Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM. 6 óra múlt, pontosan 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ma megint nem úgy szólunk, ahogy szoktunk. Hello Feri, hello Sziasztok! Jani. Sziasztok, jó reggel. Hello, hello. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, és szerda van, valami szemerkél nálunk, hó, itt a városban már havas eső, de mindenki készüljön, mert valami van megint. Történés valami, van az utakon. Valami szottyosodás van. Én tegnap este kinéztem lefekvésre, hogy mindig kinézek egyébként. Ez egy nagyon érdekes szokás. Elbúcsúzol a várostól. Nagyon helyes. Igen. Elbúcsúzol a várostól. Egy puszit is? Meg egyébként az égnek is van ebben egy kis szerepe, de erről később a félmondatban. Úgyhogy kinéztem, és akkor láttam, hogy elkezdett esni. Honnan mondom, holnap reggel, de jó, korábban kell felkelni. Indulunk neki megint kedvenc népi sportunknak, a hólapátolásnak, de aztán nem lett ebből semmi. Viszont nem tudom ti, hogy vagytok vele. Hát a Balázsiknak mindenképpen, azt nem tudom, hogy Feréknek a 13. kerületben hogy néz ez ki, de nálunk semmi fényszennyezettség nincsen, és mostanában gyönyörű az ég mindig. Azt hittem, azt mondom, mindig elesel a küszöbben, mert nem, csak fölfelé nézek. Nem a homlokomat szoktam beleütni. Annyira sötét van kint is, annyira sötét van, hogy vén lefelé vagy. Nálunk van. Csillagos égen azért van csillag, de néha csillag. A csillagos égen. De főleg a jó konyakokon van sok. Hát nem, milyen szopi, olyan csillagok vannak, de hát igen. Van egy szép tájvédelmi körzet, oda kéne egyszer elmenni gyerekek, a meg nem valósult programok. Az nem tájvédelmi körzet, az a hátsó kertetek. Jó, hát igen, ahol mindenféle fényszennyezettség nélkül ugye tudsz csillagokat nézni. És igen, csak a tajgán van, mert Magyarországon olyan helyet, amik találsz. Ez a földön sincs. Ez a Zselic, az a hely neve egyébként, és ez egy tájvédelmi körzet, és Európából is jönnek ide, mert annyira nincs fényszennyezés, állítólag brutális. Ez egy nemzeti parkban van Dunántúlon, Dunántúli dombság része tulajdonképpen, és a Zselici tájvédelmi körzet. Állítólag gyönyörű az ég. Igen, te ott dombok, látod fölöttünk. Nagyon ott a dombok leárnyékolják. Igen. Ugye már most nem tudom, hogy mi a helyzet Lőrincen, hogy kikapcsolták-e az áramot, de ha nálatok nincs, azért, ha nálatok nincs fényszennyezettség, akkor nagyon nagy a baj. Nagyon érdekes, tényleg, és állandóan ez van, hogy minden este szépen fölnézek az égre, és azt látom, hogy ott van az a nem tudom, ezer hold és némi csillag, ugye, ahogy a híres nóta is mondja, és kacérkodom a gondolata, hogy valami leértékelésen, vagy pedig a Király utcában valamelyik használt cikkesnél veszek egy ilyen távcsövet. Miért nem kéred kölcsön? Van egy ismerősünk, akinek van egy marha nagy, és soha életében nem használta. Ahhoz nyerges kell. Tehát azt csak nyergesen tudják szállítani. Szállítást átvisszük. A sógorom a véradó kamionnal majd érte meg. Hát most találtam valakit, ugye adásban beszéltünk vele, és jó fej volt, már nem is tudom mikor, aki elmondta, hogy segít. Már ilyet csak UFO-kutató. Igen. UFO-kutató bácsi. Mm. Jó, de most el van foglalva az átkonvertálás. Nem, előtte beszéltünk valakivel, aki fiatal volt, jó volt. A planetáriumból, nem? Valakivel beszéltünk, és mondja Gyuli. Mars kutató srác, igen, Mars ő kutató. Mondta, hogy ért a távcső, és vele beszéltem meg, hogy jöjjön ki, mert most nyáron tényleg szolgálatba állítom. De nem hívott még azóta, hogy nem mondtam, hogy én hívom. Én hívom. Úgyhogy nyáron. De vegye valami kisebbet, csak lesz egy kicsi, meg egy nagy. De ilyen kiúszhatósat, ilyen hívják, ott ilyen Karib-tenger kalózai. WC-gurigából építs egy. Tényleg. Ötöt összeraksz. Hát azon is fókuszálok valamennyire. Szerintem egyébként itt a planetáriumban bemennél bárki. Talán még a WC-s néni is be tudná állítani. Hát Balázskám, még itt a hosszút felmosom, meg kicsit vízköves lesz. Mi a típusa? És már csinálom is. Mutattam már róla fotót? Nem. Nem tudtál. Na holnap fölteszek az Instára egyébként. Azt mondtad, hogy nem tudsz ilyen távol menni, hogy benne legyen. Lemegyek a kazánházba. Leereszkedem a dugattyúk mellé. Megcsinálom ezt a fotót, csak fölrakjuk az Instára. Jó az új hajad. A gyerekek, ezt el kell mesélni. Ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Mindketten ledobtuk az arcunkat, a hajunkat, és amit el tudsz képzelni, én bejöttem, akkor még a Jani a szerkesztőségben volt, most kicsit én érkeztem később, befordulok a szerkesztőségbe, mi van gyerekek, szevasztok, Annával, Trécsenek, balra nézek, és a következőt látom, a Jani az elmúlt hónapokban megnövesztette a haját. Kicsit így össze is kacsintottunk szerintem Balázsra, hogy jó, most itt akar arcoskodni a fiú, hogy mekkora haja van. Igen, de nem mondtál a koncepciót. És ma reggel
középen, gyerekek, egy 4 centis taré van a fején. Óriási. Nem látszik az a baj, Mária? Nem látszik, mert csinálnak egyet közelebbről. Az Insta féle elittársaságnak. Rájöttem, egyébként meg akartam tényleg növeszteni a hajamat, de rájöttem, hogy iszonyos sok sampon megy el a hajmosásra, és így most sokkal kevesebb. Oldatot spórolok már vele. Figyelj, 10%. Nem olcsó. Igen, 90%-át ledobtad. Nem olcsó. Hát, szerintem úgy nézel most ki, mint egy ilyen amerikai focis játékos. Igen. Ugye? A gyerekligába. Hát jó, az most mindegy. A baby ligába. Mint egy ilyen irokész harcos úgy nézel ki. A BHL-be. Ők hagyták meg így középen, csak ők ilyen nagyobb taréjjal rohangáltak, de neked egy ilyen rövid taré van középen, egy ilyen ösvény van középen a fejeden. Ezért volt ez a növesztés, és nem mondtad el, titkot tartottál. Nem, Móninak nagyon bejön az utolsó Mojkának a felnőtt filmes változata, és mondta, hogy ha majd... Van belőle? Igen. Szóval ki vagy? Valentinnapra lepjen már meg ezt. Az irokész vagy Unkász? Unkász vagy ki vagy? Kit kell játszani, az Unkász vagy? A kis Unkász, Unkász. De egyébként tényleg. A világ szerint pedig Janicsár. Mondjuk ebben valószínűleg közre játszik az is, hogy hónapok óta olvassa az egri csillagokat, és olvasónaplót készít belőle. Neki most Janicsár. Szegény még mindig ezzel küzd? Igen. Jézusom. Figyeljetek, gyakorlatilag fél éve. Be van neki osztva, hogy ugye megmondták előre, hogy... hogy ilyen hosszú, de... én már nem emlékszem. Én nem tudom, hogy a gyerekekre való tekintettel, de ezt így adták meg, hogy fél évre előre megmondták, hogy gyerekek, ekkor és ekkor olvasónapra készítés, beszámolás, eddigre kell végére jutni a könyvnek, és mi azt csináltuk, hogy egyszerűen beosztottuk. Napi öt oldal. És ha többet akar és olvasni, akkor szóztuk, hogy világ, tedd le! Mit csinálsz? Mi csinálsz? Ez már a hatodik. Azt ennyi. Érted? És össze tudja rakni így a sztorit, hogy nem, tehát persze. Emlékszik még a fél évvel ezelőtti részletekre. Igen, nem egy rövid olvasmány egyébként, szóval. És zavarba lehet hozni a kérdésekkel, mert az elejére már ugye nem emlékszik annyira. És a janicsárokat... És a fővészkertben, amikor a Vicácska és Gergő... Igen, amikor nem csak harmadszor esett a vízbe, nem. És amikor a hét toronyban ott voltak a pásztorik, nem. És amikor Baradlai Ödön cserélt Eugén Jenő, nem. És amikor a kisködmönt odaadták a dobónak... Igen, a teljes képző van. Szegény gyerekek ezekkel a kötelező olvasmányokkal, ja Istenem. De még ez a jobbik, tehát még ez nem kezdem el újra boncolgatni, de az egri csillagok még az még egyébként a barátságosabbak közé tartozik. És mi a baj a Janicsárkkal? Isteni szerencse. Mi itt a Janicsárkkal? A Janicsár vecával. Mint egy Janicsárk. Hihetetlen, ott voltak a törökök, ott volt a vastagtomi, ott volt a Janicsárk. Elképesztő, hogy mik voltak ebben a regényben, igen. Ha a gyerekek, elfogyott az ablakmosó folyadékom, és ezért úgy jöttem, mint Ace Ventura megint. Néha kicsit kint, néha kicsit bent. De mindenféle autó nem jelző, töltsébelé megint. De hogy nem, hát ez már szólt, csipogott, könyörgött, kijött a szellem a palacból, kisgazdám, könyörülj meg rajtam, kérlek, tegyél be valamit. Az összes ilyen félig meg nem ivott ásványvizet, amit általában edzés után szoktam így a kocsiban tartani, és ledobok előre, azt így rálocsoltam, találtam egy fél mangó ananász levet, mondtam, hogy na, most vészhelyzet van, és megoldottam egy koktéllal, mert először észrevettem, hogy van egy ilyen 1 literes üveg, amiben én viszek mindig a Vikinek egy rostos levet, hogy tudjon rendesen szoptatni, de abban maradt egy kicsi az alján, egy ennyi. Ó, mam, egykor bele, jó, ez még tudom, de az igazi alkez, egykor, piros lámpánál rocsolom az ananász. Igen, muszáj jó. Volt, én nem láttam át a szélvédőből, de azért rocsoltam rá, mert tudtam, hogy utána még van egy fél liter vizem is. Aha, és azzal ugye átöblítettem. És azzal ugye átöblítettem. Gyerekek, egy olyan kombót hoztam létre, hogy egészen... Szerintem áruld. Újszerű lett, majd elment mellettem egy kombi, vagy egy ilyen egyterű, mi az a, valamilyen Renault, aminek ilyen egyterű. Lehet, nem tudom. Oh. Szépen telibe vert, mondom, ú, barátom, ez most nem volt annyira jobb. És csak kenni. És elkezdtem ezt a félig rostos, félig vízes levet elkenni az a szélvédőmben, mert hát szörnyen. De miből indulták ki? Hú, azt mondja, hogy igen, jó, a citrusfélekben van ugye, igen, azt takarítja, igen, azt láttam valami ablakmoson, igen, jó, hát az ananász is biztos jó lesz. Abban, hogy folyadék ráöntöm, bármit találok, ráöntöm. Tehát, hogy akkora vészhelyzet volt, hogy konkrétan nem fázott a fejem, mert ki kellett nézni, de nem bírtam, és bármi folyadék van, ráöntöm, és akkor volt ilyen rostos, ugye ilyeneket iszom, ez ebben már nem volt, az is le volt dobva. Igen, az a biogeműze szaft. Igen, tudom. Ez most konkrétan egy paradicsom, zöldséglé, cékla, zeller, sárgarépa, savanyú káposzta. De a savanyú káposzta az lehet. Mondom, a káposzta mar, tehát ott az egyéb szennyeződéseket, bogár szennyeződést is leszedik. Azt lehet, hogy tudtam volna szedni. Igen, egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy ne hagyd így tavaszig a járművet, mert ahogy melegszik az idő, ha rászárat a rászlére, jönni fognak a darazsak. Igen, csúnya lesz. Úgyhogy, de a víz most egészen jól lehozta, csak most megint elibe ütöttek, úgyhogy most már bemegyek.
Csak van ilyen motorház nyitó blokkoló riasztó, amivel ugye nem jutnak be a motorházba, és azért kinyomni, kiriasztani, ez vagy én se, igen, kiriasztani, dupla kód, megadni, nem tudom, úgyhogy nem olyan egyszerű beletölteni. Igen. Ezekkel a modern kocsikkal ez a probléma, hogy nem néha, hanem gyakran ez a probléma, hogy, hogy basszus egy szerviz nélkül nem tudsz megoldani egy ablak mosó folyadék. Kikódolni a riasztót, tudod, 5 percet beletöltöm, csak ahogy kell a riasztóval egy kicsit szakkörözni, és ezért inkább húztam, hogy jó lesz az még. És, és van ablakmosó folyadék tartály, dekódoló is, mert hogy az is le van külön zárva. És azon is van, igen. De ha az ablakmosó tartály ez eljut, az még nem az igazi ablakmosó, az csak egy állablakmosó tartály, igen, hogy te tudnod kell, hogy melyik betörtek. És csak gyári folyadékot fogad el. Úgyhogy, hát ja, volt szakkör. A vizet ne tegyél bele. Már milyen vizet? Hát simát. Hát figyelj, nekem a mínusz 30 is belefagyott. Úgy belefagyott mínusz 10-re, mint a húzat. Állítólag ezeket azért így visszahígatják. Ja, a mínusz 30-as is bele. Mínusz 30-as, akkor úgy belefagyott, egyszer kínáltam meg, mert hajnalban nem akartam, hogy fölébredjen a család, kínáltam meg, reggel spriccelek, semmi. Mínusz 10-en úgy beleállt az elvileg mínusz 30-ig, ami azért baj, ha belefagy, nem azért nem tudsz törölni, az csak egy dolog. De ugye belefagy, és ezek műanyag tartályok. Na most, ahogy belefagy a jég, aminek egyébként nem kéne, az elkezdi szétrepeszteni ezt a műanyag tartályt. Le van zárva a tetej, szépen nyomja szét. Beletöltesz 4 litert, és egy nap múlva kírja. Alapfokú kísérlet öveges professzorral. Hagyjuk kint a kocsinkat. Beletöltesz 4 litert, és egy nap múlva kírja, hogy elfogyott az ablakmosó folyadék. Nekem az összes kocsim egyébként el volt repedve, mert ugye mindig belefagy. Azért ez nagy rohadékság egyébként. Jobban jártál, mint mi, mert én benne hagytam a nyárit az autóban, és nem a tartályt nyomta szét, hanem a motort tette tönkre, úgyhogy most családi verdába hiába öntesz utána, nem folyik ki. Ja, belefagyott magába a spriccelő motorba. És ugye elkezdenél vele ablakot törölni, és nem jön semmi. És megnézett tele a tartály. Húzott, nem jön semmi tele ott a leégett a motor, vagy ott valószínűleg, igen. És jég. Azt mondom, ezt hol higítják? Mert a kúton nem tudják, mert én mindig olyat veszek, ami ugye le van zárva. Na most a lezártat neki azért ki kell nyitni. Ezt is okosan csinálják. Meg hát, injekciós tűvel kiszívja. Meg hát, de mondjam, mi van, töltse már föl, legyen szíves, már töltöm is. Azt én csinálom, nem, azt én nem hagyom. Tankolni nem. Hagyom, mert azt abban nem tudnak csalni, tehát ő azt is megvárom egyébként. De szerintem az már ritkán, mert 5000-ért kérsz, és akkor beint, hogy 5000 és 4000-ért tankol, de ha lezárt, fió, ízért veszem, akkor az a minőségileg rossz, vagy azt valahol a szerintem a minőségében van a probléma. Én láttam egyszer egy ilyen összehasonlító tesztet az egyik olyan autós webportálon, és egyik téli szélvédőmosó folyadék sem produkálta azt a szintet, amit állítottak a címkén. Minusz ne írják rá mínusz 30-et, írják rá mínusz 15-öt, hogy mínusz 8-ba belefagy, na, az elég értek, gagyi. Ha mínusz 30 volt ráírva, és te azt mondod, hogy az legyen mínusz 15-ös és 8-ba belefagyott, igen. Hát akkor abban egy cukorra megszínezett víz volt. Hát ez a baj. Ez a baj egyébként. Igen. Állítólag lehet olyat csinálni, hogy ezt, amit te mondasz, ez a lezárt kupak, ugye ott ilyen kis pöckökkel van a két gyűrű összefogva, és hogyha melegítik ezt a dolgot, én még nem próbáltam ki, akkor az lejön. Kicseréli, visszamelegít és ráteszi. És de akkor ő kiveszi a kinek éri meg? Kiveszi a kukából a beledobott? Nem, ez még ahogy azt hívják. Azt értem, van. De utána a felét valahova bele kell tölteni. Tehát ugye leszedi a felét, neked ott van egy fél liter fölösleget, azt rátöltöd vízzel, mit csinálsz a fél liter fölösleggel, kiveszed a kukából a autós által bedobott üveget, aha, és abba elkezded és újra eladod. Ugye igen. Itt van a biznisz, mert az, hogy leszívod, az még nem biznisz, azután neked újra el kell adni. Ugye? És akkor pont kerestél egy teljes flakont. Szívogatod le? Hát azért, hogyha felére van higítva. Igen, azért nem tudom, mennyi most 2000-3000 forint egy ilyen ablakmosó. Nem volt soha, nem volt, attól függ, hogy milyen teszel, hogy meddig bírja, igen. Egy ezresért kapsz egy ilyen 3 litereset? Beletolsz egy fél izotóniás italt, valami a rózsaszínűt, tudod, felhigítod vízzel, fene se tudja. Figyelj, csak napi 3-at csinálsz meg, ilyet az 3000 forint naponta, az már mindjárt egy 60-as. Szerintem egyébként, ebbe lehet ráció. Szerintem egyébként az egyfőre jutó okosságok tekintetében Magyarország biztos, hogy listavezető lehet. Az ilyen kis apróságokban, igen? Az ilyen kis okosságokban, hogy mivel lehet egy picit spórolgatni, nem a konkrét, jó, valamilyen formában persze ez is lopás, de hogy azért inkább itt fogalmazunk finoman, hogy ez ilyen kis okosságokban, ügyességekben, ahol pár forintot lehet fogni. Biztos, hogy mi vagyunk régen a listavezetők. Régen volt ez a benzinkutas trükk, tudod, amikor azt mondta, hogy 5000-ért kérsz, és ott hagytad a kocsidat. A legalapvetőbb trükk. Beintette az ötöst. És beintette a kutas, hogy 5. És te bementél, és ugye már nem láttad, hogy mi van bent, csak tudta a pénztáros, hogy 5, és azt mondta, hogy 4499. És 4000-nél megállította. Nem biztos, hogy észreveszed egyébként, főleg ha nem literre jelzi mondjuk az autód, vagy nem egészen pontos a kompjúter, vagy nincs benne, akkor nem jelzik. 7-8 litert el lehet úgy spórolni. 5-öt. De csak
vegyen-e hármat, egy ezrest, nem? És akkor megállt mondjuk 4000-en. Megvoltak nekik a régi, hogy hívjákok, milyen számla, amit kiad a gép. Tehát mert azt még mindig ott, vagy én sose szoktam elvinni, ott marad náluk. Volt neki 5 darab 5000-es, hogy hívják, beintette a kutas az 5000-et, 4-et beletankolt, odaadta neked, tessék, papír is van róla, hogy 5000-ért tankoltál. Nagy okosság volt. Igen. Tehát csak aztán igen, tényleg a papírt kellett adni ott, az még azt is meg kellett buherálni akkor. De nagyon nem buheráltad, mert az előző vásárló, az előző héten volt 5 olyan ember, aki 5000-ért tankolt, nem vitte el a papírt, azt eltetted. És azt adta oda. Mondjuk ezeknek igen, ezek lejár az idejük, mert ugye sok úton van már olyan tankolási lehetőség is, hogy ugye odamész az automatához, bedugod a kártyádat, és akkor egy limitált mennyiséget tankolsz, és nem lehet egyszerűen csalni benne, mert be van állítva. Be van állítva a mennyiség, beraktad a kártyát, fizettél, te tankolsz meg. És le is veszi rögtön a kártyáról. Most tankoltunk, valamik nap tankoltunk itt az üldőút mellett, kifelé Vecsés felé, ott van egy ilyen kis kút, és akkor ott kipróbáltuk ezt a rendszert teljesen, mert ott aztán nem tud lenyúlni senki semmivel. Igen, valaki azt írja, hogy a kúton indigót áztattunk vízbe, tiszta na, haszon. Tessék. Hambikám, írd már meg létszes, hogy melyik kúton dolgozol, mert hát ha Balázs ott vásárolta. Gyerekek, én nem tudom, mit vettem, én sima desztillált vizet vettem, vagy kamillás teát, hogy én nem tudom, mit vetettek meg velem a benzinkúton horror pénzért, de valahogy pont azt gondolná az ember, hogy ilyen hiperekben vannak a rosszabb minőségek sokszor, olcsóbban, tudod, és egy kúton, mondjuk bemész egy osztrák kútra, német kútra, tudod, akkor azért ott úgy kapsz olyat. De akár egy magyar kúton is, miért kéne, hogy a magyar kúton rosszabb minőség legyen. Na most ennek ellenére ez így, ez nem nagyon jött össze. Nekem a kedvenc SMS-em az, hogy ne agyaljatok, lehet. Köszi. De mivel, hogyan, és mondanás, létszik, és mondd el a titkot. Erre ne költsél el 20 forintot, hogy ne agyaljatok, lehet. Hát akkor vagy írják konkrétan, vagy ne írj semmit. Ez a ne agyaljatok, lehet. Ez legyünk egy picit. De ugyanakkor nem viszi nem előre akar a műsor folyamot. Akkor írd meg, hogy gyerekek, úton dolgoztam, hatféleképpen lehet, így és így és így, nem írom alá, ne hívjatok. Tök jó, beolvassuk. De ez a ne agyaljatok, lehet. Ezek az SMS-ek azért nagyon sokat nem tesznek. Hozd meg velünk a szikretet, létszik. Vagy ne írj semmit. Mert már megjavult, érted? És ha megírja, mi beolvassuk, akkor azzal táptalajt ad az újabb hamisítóknak, az újabb ablakmosó hamisítóknak. És akkor jön az SMS, hogy ne adjatok tippeket. Igen. Na, hát azt nagyon szeretem, amikor igen, valaki ezt ilyen önkéntes rendőrként megjön, ne adjatok tippeket. Nyilván egy 10 éve kúton dolgozónak, majd ő hallgatja a rádiót, és azt mondja, hogy hallottad. Hallott, Dezső, bemutatásra lehet ötét, akkor megcsináljuk már meg itt. Nyilván, igen, ez így működik. Gyerekek. Ja, Isten. Olvastam a mai bulvárlapban a nap baromságát, már megint van ez a bulvárlapunk, erre napokig nem volt, hála Istennek, de most megint van. A nap baromsága, el vannak átkozva a nemzet színészei. Mert hogy már, igen, képzeljétek el, mert szegények, ezek az egyébként tényleg nagyon tiszteletre méltó fantasztikus színészek, akik egyébként idős emberek voltak, mert hogy 13-an elhunytak már közülük, amióta megalapították a díjat. Mert el vannak átkozva, ez azért van. Ne, tehát ha megkapod, akkor meghalsz. Ez nagyon az alja. Hallod? Ne. Hallod, de el van a de hát olyan érdemes művészek kapják meg, akik egyrészt 60 éve a pályán vannak. Minimum 62 évesek. Igen, és van egy minimum kor, amit be kell tölteni. Hát sajnos a magyar átlag életkor, ráadásul a férfiaknál azért ugye nem túl erős, tehát mi már erősen középkorúnak számítunk. Ha azt nézzük, hogy mennyi az átlag életkor, hát persze, hát szegények. Tudod, hát ez 60, a fél aramul alapzárt, ha kitalálok már valamit. Hát ott van egyébként. Atya úristen. Ha el vannak átkozva. Jézus. Tehát azért jó, ugye, mert itt van Bicskei Tibor, 85 éves volt, és te nyugosztalja, Sikovics Imre 72, tehát a magyar átlag életkorhoz az akármilyen. Komlós Jucit is beleírták, aki ugye nem fér 92 év. Tehát, hogy Darvas 81, Garas 77, Kállai 84. Tehát, hogy azért drámát én drámát nagyon nincsenek mögöttek. Átkozva, igen. Igen. Istenem, te durva. Már valamit írni. Igen. Aha. Na jó van, hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? Egy-egy. Igen. Hosszúnak tűnik ez a hét, mert ilyen csütörtök péntek, és mindig csak egy-egy, ez a szerda, igen. Hosszú meg tűnik, hogy ilyenkor már mindig csütörtök szokott lenni. Igen, igen, valahogy ez a szerda, gyerekek. Akkor mindig csütörtök volt. Igen, ez tényleg egy forduló, fél fordulópont. Jó, na megnézzük akkor, hogy mi a helyzet játékfronton. Jó. Ha valakinek friss közlekedési híre van, annak mi nagyon örülünk, küldje nyugodtan. Jött és egy Miskolc környékén ömlik a hó, még az autópálya és havas nem takarítják, a rége hármas szinte járhatatlan. Ezt Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, várjuk akkor tehát az SMS-eket, akik szeretnének játékra jelentkezni. Írjanak, mi pedig jövünk a hírek után.
Morning Show Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Klassz FM-en. Hamarosan folytatódik. Legfrissebbek a Klassz FM-en. A felmérések szerint évről évre nő a rákbetegek száma Magyarországon. A legtöbben tüdőrákban halnak meg. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnöke azt mondja, mi tehetünk a legtöbbet azért, hogy a betegség elkerüljön minket. Tudjuk, hogy a dohányzás jelentős kockázati tényezője a tüdőráknak többek között, mégis dohányzunk. Tudjuk, hogy a nem egészséges táplálkozás kockázati tényezője a vasrakbélráknak, mégsem tartjuk be a szabályokat. Tehát, ha nem tudjuk, az a baj, de ha tudjuk és nem tartjuk be, akkor még nagyobb baj, ez a saját felelőtlenségünk. Két nagy társadalmi rizikófaktor van, ami tőlünk függ, ez a tudatlanság és a felelőtlenség. Idén a Rákellenes Liga azt a szlogent tűzte ki, hogy tudjál többet a rákról és tegyél többet ellene. Kutatások bizonyítják, hogy a daganatok gyakorisága az életkor növekedésével párhuzamos, de az is megfigyelhető, hogy egyre fiatalabb életkorban alakul ki a megbetegedés. A szakemberek szerint ennek hátterében az életkörülmények állnak, de nagy mértékben hozzájárul a stressz, az alkoholfogyasztás és a dohányzás is. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet most középiskolásoknak szóló programot indított. A fiatalok mellett az idősebb generációt is meg akarják győzni az egészséges életmód fontosságáról, mondta rádiónknak Török Krisztina, az Országos Egészségfejlesztési Intézet főigazgatója. Az OFI az nem véletlenül egy olyan programot indít most útjára, hogy van 5 percet a rák ellen, és pont a középiskolásoknál és a középiskolásokon keresztül szeretnénk saját maguk figyelmét felhívni arra, hogy mennyi mindent tehetnek a rák megelőzésével kapcsolatban, kifejezetten a dohányzással kapcsolatban, és hát rajtuk keresztül lehet a legjobban elérni a szülőket. Ha én csak arra gondolok, hogy 16 éves koromban annyit pampogtam a szüleimnek, hogy letették mind a ketten a cigarettát, akkor reménykedem benne, hogy ez most is előállhat, és vannak olyan felelős kamaszok, akiket el tudják érni a családban. Évente a világban több mint 14 millió embernél diagnosztizálnak rákot, és a WHO legfrissebb jelentése szerint ez a tendencia az elkövetkezendő években tovább növekszik. Az előrejelzések szerint 2025-re eléri a 19 milliót, 2034-re pedig a 22 milliót a daganatos betegek száma. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, szerda van, február 4-e. Már, gyerekek. Ez gyorsabban el fog menni, mint a január, azt érzem, hogy valahogy a februáron átszáguldunk majd. Már nem? Csak azért is, mert rövidebb pár nappal. Valahogy rövidebb is pár nappal, meg ugye fel se tudja, olyan hosszú volt az január, hogy ez olyan gyorsan el fog telni szerintem. Nagyon sokan kérdezik, hogy mikor fogjuk sorsolni azt a sisakot, meg azt a labdát, amit a Faragó Ricsi hozott a Super Bowlról. Ezeket 9 óra után. Vadon mágúa már is megmutatja. Igen. Csak mondom egyébként, hogy a kép nem azért készült, mert bárkit is meg szeretnék vele ijeszteni, nyilván nem tudnék megtalálni csak egy takarítónőt a Csibe csoport öltözőjében, amikor reggel takarítja 7:30-kor, meg a gyerekek még nincsenek bent a helyiséget, szóval nem, ez egy gag, tehát hogy értsétek, ez egy vicc, ez egy poén. Nyilván tisztában vagyok azzal, hogy nekem az NHL-be körülbelül annyi keresni valom lett, mint a Ferinek a törpebárba. Figyelj, szerintem a fellépőként, hogy ma esti vendégünk az óriás. Most egy kicsit megfogtál ezzel, gyerek. Hát új piac nyílt. Most nem akartam kirekeszteni, de veled fenyegetik a törpéket, hogyha rosszul viselkedtek, megeszik hármat az óriás. Meghívjuk Feri bácsit. Ha nem ülitek végig az előadást, hármat felfal. Nézd csak, ő a tulaj. Igen, ővé a bár, igen. Na, nézzük akkor, hogy ki a játékos, jó? Ha minden igaz, már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló, sziasztok, jó reggelt. Halló, jó reggelt, Alex. Igen, én vagyok. Halló, Alex, honnan hívtál minket? Pécsről, ott is havazik? Nem, hála Istennek itt semmi, nyoma sincs. Az jó. Örülünk neki. Igen, most már úgy az ember úgy örül is, de azt gondolja, hogy lassan úgy kezd elég lenni. Mit csinálsz, Alex? Én most értem haza, benzinkutas vagyok, csak hogy... Oh! 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 Oh!
Hát pont erről beszélgetünk. Kis simlis. Igen, a nagy benzinkutas átvágások. Van ebben valami, hogy így az ablakmosó folyadékot meg tudjátok bütykölni, ha akarjátok? Persze nyilván nem mindenki. Biztos van benne valami, hogyha a témáról szó van. Minden esetre mentségemre szóljon, én zöldfülű vagyok, kemény 3 hete nyomom az ipart. Igen, és semmi? Semmi stikli? Nem, semmi. Most még. Kollégáim is nagyon rendesek. Persze, majd megokosítanak még egy 3 hét, és már nyomod is. 3 hét van rá, már mindent fogsz tudni, hogy kell benzinkúton 100 forintot, 200 forintot kiszedni az utasból. Adnak egyébként borravalót? Változó, de pozitív. Mennyit? 50-et? 100-at? Mennyit? Tényleg mennyit kell most adni? Mindig egy 100-ast adok, az jó? Vagy kevés? 100. Hát azért 100 euró most 20 ezerért tankolsz, és ad 100 forintot. Hát a nincs összefüggés, mert megy a szálltap a kártyával, fizetem, tudom, mennyi aprom van. Tehát ilyen 100-150, nem adok nagyon. Szerintem 150 euró nagyon jó. Jó? Azért az. Az, mert ugye mindegy tankolás. Ja, Istenem, és te hol vagy? Bent a kasszánál, vagy kint? Kútkezelő vagy? Meg a... Kint kútkezelek. Kint vagy. Igen, a kasszánál csajok állnak inkább. Alex, kivel szeretné játszani? Hát veled, Balázs. Istenem, játszottál a héten? Hétfőt te nyitottad. Azt hiszem, igen, játszottam, igen. És jól ki is kaptam. Ugye? Igen. Szerencsére itt vagyunk, mi is visszahoztuk. Igen, szerencsére, hogy valaki még tud nyerni, mert nekem ez most megint nem annyira megy. Na mindegy, meglátjuk, Alex, jó? Mehetünk? Oké. Rendben, fussunk neki. Fussunk! Na! Isten, fussunk neki. Ahogy Jani szoktam mondani. Igen. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Én is. Jól hallasz? Jól. Te hallasz, jól? Szuper, tökéletes. Voltál a pécsi kitelepüléseinken, amikor ott voltunk? 2 éve? Sajnos kihagytam, pedig nagyon szerettem volna, hogy ott legyek és meglesselek titeket. De majd legközelebb bepótoljuk. Jó, legközelebb bepótoljuk. Mikor jöttek? Lehet, hogy tavasszal. Tavasszal? Biztos? Tavasszal. Lehet. Nyáról hallottam. Hát szerintem inkább tavasz lesz az. Mit csináltál, mielőtt kutas lettél? Teljesen más területen dolgoztam. Na, mi volt az? Pénzügyi terület. És hogy kerültél benzinkútra? De elég nagy a váltás. Hát elég nagy a váltás, úgy, ahogy mondod, teljesen véletlenül jött ez a lehetőség, és hát ugye a lehetőségeket meg kell ragadni, így aztán kihasználtuk. Szereted egyébként? Szeretem. Nagyon változatos ez a jó benne. Nagyon sok rész jött. Így kiváltad ezt az utolsó egymást, hogy hát magától. Abban bíztam, hogy hát, aki mond valamit, nem volt erőm többet kérdezni. Igyekeztem. Ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Hát ez nem ment. Nem mondom, hogy erős játék volt a részemről, a részedről viszont annál inkább. Jó volt ez. Végig játszottátok az 1 percet. Már az is haladás, igen. Igen. Lehet, hogy a benzinkutazás előtt a másik állás egy főállású fekete-fehér igen nemezés volt. Igen. Mondjad, Alex, mit mondtál? Kíváncsiság, hogy te akkor éppen most hol tartasz? Ló, Szamár, Istálló? Ez most egy jó ilyenkor kérdés. Azért ne küldjük vissza. Tehát tényleg, amikor hát kihúzza az 1 percet a Balázs, igen, akkor ilyenkor azért ne küldjük vissza, akkor van visszaküldés, ha elrontja. Igen, valahova már így definiálom kéne magam, hogy tudjam, hogy honnan indulok előre, vagy éppen hátra, hol legyek. Ezt el kéne dönteni. De szerintem valahol a Szamár és a Ló között kóváigok éppen, és nem találom az Istállót. Tehát nagyjából ez lehet. De ezzel most te nem sokat segítettél. Hát inkább vittem egy ajándékcsomagot. Helyes. Hát ez a lényeg. A játék erről szól, hogy le kell bennünket győzni, úgyhogy küldjük is neked az ajándékcsomagot, jó? Szuper, köszi. Nagyon köszi, hogy játszottunk. Ciao, hello, jó munkát köszi neked. Köszönöm, hello. Szia. Ciao. Na gyerekek, akkor? 2-1. Hát nem rossz. Ja? Igen, hajrá, hallgatók! Mert lehetne 3-0 is, mi? Hajrá, hallgatók! Hát kivel vagy, de 3-0, nem rossz, amit hallgattál? Nem rossz, de nem kikaptam. Is kikaptam, csak mondom, jelzem, kikaptam. Tehát nem rossz, igen, de nem is annyira jó. Nem mondtad ki? Na? Nem. Uh-huh. Hát egyébként már ez is. Ebben most már tényleg be kell hoznunk a döntetlent, a fél pontokat. Nem. Mindenek, gyerekek mindennek kell. Ha kimondod, akkor nyernek a hallgatók. Ha ő kimondja valamelyik tiltott szót, akkor mi nyerünk. Ha egyik ötök se, és kihúzzátok az 1 percet, döntetlen. Aha. Illetve kihúzzuk. Már megint a hallgatók pártjárát. Fél pont. Na mit szóltok? Ne, most ne kezdjünk oda is fél, meg ide is? Ide is, igen. Meg oda is adunk egy fél tehát pont. Akkor most a 2-1-es állás az másfél jó lenne. És csináljuk azt, hogy... De hogy, a fél pontnak nincs értelme, ha mindig ide megy, oda megy, akkor senki nem tud egyel előrébb menni a fél ponttal. Igen, viszont ide adok, akkor oda is kell adnom. Jó, csak be előny nem szereznek. Ezért, na de mi se?
Ezért mondom azt, hogy ezért is ne legyen napi győztes. Havi összesítésben egy csomagot osszunk majd ki. Ennyi. Aki az utolsó, a hónap utolsó napján legyőz bennünket, azt kap egy ajándékcsomagot, igen. Na jól van, jövünk a hírek után, és picit komolyabb témával folytatjuk, szoktunk ilyen komolyabb témákkal is foglalkozni, ugye? Mert hogy ma van a rák világnapja, és két nappal vagy három nappal ezelőtt olvastam egy érdekes cikket, mi szerint egy amerikai tudós azt mondta, hogy ő ült az étkező asztalnál, és beszélgetett az ő szintén kutató, tudós, rákutató feleségével. És a lánya azt kérdezte, az ő 6 éves lánya, hogy hát ha az ő betegségére jó az antibiotikum, akkor miért nem kezelitek ti, apa, anya bent a laboratóriumban, ahol dolgoztok, antibiotikummal a rákos sejteket? Apuci anyuci legyintett, majd apuci két nap múlva bement, és eszébe jutott, hogy mit mondta a lánya az étkező asztalnál, és elkezdte kezelni a rákos sejteket antibiotikummal. Ez egy amerikai történet egyébként, és létezik ez az amerikai pacánk, aki azt nyilatkozta mostanában, hogy lehet, hogy ez az új ellenszere a ráknak, mert hogy reagáltak az antibiotikumra a rákos sejtek, sőt, mi több nem is nagyon élték túl az antibiotikum által elkövetett szörnyű támadást. Hagyj legyek egy picit az szkeptikus a dolog. Mindenképpen, de érdekes a dolog. Nekik igen. Még ez nem juthat eddig eszükbe, lehet, hogy nem is mondott olyan hülyeséget ez a gyerek. Kipróbáljuk. Mert hogy ugye, amikor a rákról beszélsz, akkor mindig arról beszélünk, hogy fejleszteni kell valami új gyógyszert. Igen, ugye? Hogy valami. És most a kislány azt dobta be az ő 6 évével, hogy hát ha egyébként sok mindenre jó az de nem antibiotikum. De nem túl kézenfekvő ez a dolog. Tehát nem, ez nem olyan, mint amikor megfázásra C-vitamin. Tehát, hogy így. De azt már tudod, hogy jó a megfázásra a C-vitamin. Ezt meg még senki nem próbálta, mert mindenki előre gondolkozott, próbált olyan felé menni, ami még nincs. Picit nem? Olyan az egész, hogy ilyen tudod, ilyen hogyha borogatással a nem tudom mit, a kézamputációt. Tehát, hogy így túl kézenfekvő az, hogy most antibiotikum a kezeléért rákot, ami ugye egy trauma a szervezet számára, az elég lehet. Hát nézd, ezt mi úgyse tudjuk eldönteni, nem tudjuk igazából, de felhívunk majd valakit, aki ért hozzá, egy rákutató biokémikust, hogy mondja el nekünk egyáltalán, hogy hol tart ez a dolog, hallott-e erről a cikkről, elképzelhető-e az, hogy tényleg valójában ez lesz a jövő, és hogy miért mindig csak azt halljuk, hogy most megvan, most megvan, most megvan, aztán nagyon igazából még mindig nincs meg semmi. Ugye? Mint ellenszer, vagy mint gyógyszer. Igazából minden héten felmerül valami, hogy na most talán valaki valamelyik országban valamelyik orvos megtalálta a rák ellenszerét. Aztán ezekről úgy nem hallunk utána nagyon semmit, és nem tudjuk, hogy valójában megtalálták-e, vagy csak valamilyen PR fogás volt. Úgyhogy hát felhívjuk majd dr. Kulcsár Gyulát, és megkérdezzük tőle ezeket a dolgokat. Izgalmas a téma, szerintem. Nyilván, és hát sokan érintettek lehetnek sajnos, úgyhogy szerintem ez sokakat érdekelhet. Úgyhogy ezzel foglalkozunk majd a hírek után, 7 óra van, pontosan jönnek a hírek, ti pedig jövünk a hírek után. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7 óra múlt, pontosan 14 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Drága hallgatók, itt vagyunk. Szerda van, folytatódik a hét, borongos az idő, és megy a bugi. Hey! Hát gyerekek, komolyan mondom, mindig jobb kedvem lesz. Gyerek közelebb, belerakott egy 100-est a bugit. Ugye, hogy ez olyan zene, hogy nem jobb kedved lesz tőle? Nem tudod, hogy miért. Ez 3 sor az egész, és annyira meg van írva. 3 sor? Tehát ismétlődik, hogy a kottába gondolom. Így van, kottába. Ahhoz is értek picit. Nagyon jó, gyerekek. Rázad, Jani! Ez a... Tojat, Feri! Ugye, hogy egyszer jó. Egyszerűen jó. Tényleg nem azért, mert az én ötletem volt, hanem mely jó. Ja, jó, értettük azért, hogy de oda kellett tenni. De érted meg evidenciát, és minek meg a kutya fáját tényleg jó. Persze, hogy te ötleted volt. Na. A múltkor volt ez a 2 rossz ötlet, az egyik a fejé volt, a másik volt az enyém. A tiéd meg a jó. De nem csak ez az egy jó volt neki, azt tudod. Persze, hogy a többit nem mondja, hát mert korrekt. Nem akarom fárasztani a hallgatókat. Világos. Ezzel, korán, nekem még csak februárban ne lőjünk el minden, nem? Hát na, 0 fok van, körülbelül plusz 2 és -2 között van az átlag, vagy csúcshőmérséklet, ha lehet így mondani, inkább nem az átlaghőmérséklet, vagy az, fene se tudja, melyik a jó szó, mindegy, gyerekek, öltözzetek föl. Ha fáztok, akkor felveszitek a meleg ruhát, hogyha melegetek van, akkor meg levetköztek. Azt akartam mondani, hogy valami megmagyarázhatatlan a halmaz állapotú csapadék esett még kora reggel, legalábbis itt Budapesten, aztán ez néhány helyen hó, néhol hónos eső. Hónos eső, nem hónos eső nincs, havas eső annál inkább, és olyan kis, hát nem igazán hideg, hanem ilyen kabát alá bemászó trutyis idő van, ha valaki ez most a nedves, nem túl szórakoztató idő van. És az igen. Öltözködési tanácsok után még a
igen, vezetési tanácsa a Balázsnak, ha csúszik, akkor lassan menjetek. Így van. Ennyi, ugye? Gyerekek, hát nem kell ezt így. Nem kell ezt nagyon túlbonyolítani. Na nézzük a közlekedési híreket. Kicsit kevesebb van ma reggel, ez viszont azt jelzi, hogy... Már lassan mennek. Már lassan mennek, igen, és nincs annyi baleset, hál' Isten. Sanyi, a tűzifás elküldte nekünk, hogy havasak az utak a hármas úton Miskolc és Füzes-Abonyi között. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy Miskolc belváros jégpáncél az utakon. Tódi üzeni, valamint 5. kerület Magyar utca lezárva, óriási lyuk, mert hogy nyomócsövet cserélnek, Kácsesmo küldte nekünk. Aztán sokan kérdezitek, hogy mi a helyzet a játékkal, Jani már mondta, de mondjuk 9 óra után sorsoljuk majd ezt a kis... Igen, az, az NBA-s religia. Igen, igen. Kinek NHL, kinek NFL. Kinek NBA. Igen, labdát, mert hogy ugye van egy eredeti van. Labdánk, nem ezzel játszották a döntőt, de ilyennel játszották a Super Bowl-t, és van egy gyönyörű szép sisakunk. Így van, és mind, ezt... a, mind a, az IJ-ben. Így van. Ezt mind kisorsoljuk 9 óra után. Na, szóval, hogy ugye rákvilágnapja van, ilyenkor mindig előtérbe kerül a rákkal kapcsolatos kutatás, rákkal kapcsolatos kutatások, és egy érdekes cikket olvastam a napokban, amiről aztán kiderült, hogy ezt le is hozta egy brit napilap is, ahol interjút készítettek ezzel a tudóssal, aki elmondta, hogy... nekik van egy lányuk, nagyon érdekes a történet, ugye rákutatással kapcsolatban, mind a ketten egyébként kutató orvosok, és azt mondta a kislánya az reggeliző asztalnál, hogy pontosan úgy csinálnám, ahogy ti, amikor fáj a torkom, antibiotikumot adnék neki. Mondta ezt a 6 éves kislánya rákutató szülőknek. Uh-huh. És papa bement, kipróbálta, de utána is olvasott, tehát ez a Lisanti professzor, ez nem volt egyébként annyira nagyképű, hogy azt mondja, hogy ez az ő ötlete, mert hogy tanulmányozta hosszasan a témában korábban végzett vizsgálatokat, vagyis mások is rájöttek már erre, vele. Hogy antibiotikummal lehet esetleg rákos sejteket kezelni, és azt mondta, hogy találtak összefüggést az antibiotikum és a rákos sejtek pusztulása között, vagyis hát azt mondja, hogy a gyógyszertárban kapható olcsó antibiotikum bizony elpusztíthatja a rákos sejteket, és végeztek már kutatásokat. Tehát, hogy a kislány valami olyan ötletet adott, ami jó ötlet, de már többen csinálják, vagy csinálták. És akkor miért álltak levele vajon? Most nyilván abban a cikkben már nincs benne, tehát hogy most ezt nem fogjuk tudni meg magyarázni, csak elgondolkozol rajta, hogyha kipattant a gyerek fejéből az ötlet, ez marha jó. Utána nézte, hogy ezt már csinálták, próbálkoztak vele, akkor nyilván ott van az is írva, hogy lehet, hogy ez egy jó út, de mégsem működik. És akkor apuka ezután most még ismét ebbe belecsapott. Nem, hát nagyon hosszú az út, mert hogy azt mondják, hogy ezt az újságíró is megkérdezte, és azt mondta, hogy még azért hosszú út vezet odáig, amíg gyógyítják, és hogy korai lenne bármilyen következtetés levonni az eredményekről. Mert hogy ez a kutatás ez kizárólag labor körülmények között hozott pozitív eredményeket, és egyelőre nem tudják, hogy milyen hatása lenne az antibiotikumnak, ha daganatos betegeken tesztelnék. Tehát, hogy egyelőre csak labor körülmények között vizsgálták, a következő ugrás, hogy engedélyeztetik, és akkor vizsgálhatnak majd antibiotikumot daganatos betegeket. Minden esetre azt mondja, hogy az antibiotikumok közül 4 megakadályozta a sejtszervecskék növekedését, hát itt ugye speciálisan van leírva, mihez nem értünk, hasnyál, bőrrák, tüdő, mell szöveteket vettek, és itt ezeket beoltották ugye antibiotikummal, laboratóriumi körülmények között, és valóban meggátolták a rákos sejtek szaporodását, növekedését, hát most nem biztos, hogy az ember a jó szót használja. Aha, azért ez érdekes. Én azt olvastam, el is pusztultak, nem? Igen, elpusztultak, igen, lassítottak, éhaltak, úgy, hogy közben nyilatkozta a doki, hogy egyetlen egészséges sejt sem sérül meg, tehát ez megint egy ilyen fény csóva lehet az alagút végén, hogy hát, ha van esély. Az érdekes az, hogy ez minden évben felmerül. Minden évben. Ugye? Hogy nagy dózisú C-vitaminnal lehet, antibiotikummal lehet, aztán az ember utána valahogy ezt nem hallja, hogy ennek lenne folytatása, vagy egyszer csak tényleg valaki előállna azzal a gyerekek, hogy 100 általam kezelt rákos beteg valójában meggyógyult, és semmi tünete nincs, bár azt mondják, hogy egy 5 évnek eleve el kell telnie, mire mondjuk valaki, aki meggyógyult, valójában boldog, tehát gyógyultnak mondhassa magát. Igen, mindig vannak ilyen új terápiák, amikben nagyon hisznek, meg nagyon bíznak, meg egy ilyen csodálatos történetet kreálnak köréjük, aztán valahogy így elsikadnak ezek a dolgok, meg egy csomó gyógyszer is van, ami ilyen volt, magyar gyógyszer is, aminek nem mondom nevét, hosszú éveken keresztül volt egy ilyenfajta ilyen engedélyeztetési kálvária körülötte, arról is úgy beszéltek, mint egy ilyen csodaszerről. Én is hallottam egyébként mostanában például egy ilyet, hogy most egy budapesti magánklinikán pont egy ilyen új módszert szeretnék meghonosítani, ez az úgynevezett ilyen klorofil, bocsánat, vagy fényterápia, mert észrevették, hogy a klorofil, amikor oxigént szabadít fel ugye a növényekben,
akkor ez az oxigén roncsolja a sejteket. És ilyen klorofilnak a befecskendezésével akarják a daganatos sejteket roncsolni. Szintén állítólag ez is egy ilyen forradalmi módszer. Aha, és ezt itthon fogják csinálni? Igen, itthon. Igen, csak az az érdekes, hogy mindig tényleg hallunk valamit, hogy valaki kitalál valamit, nagy dózisú C-vitamin, ez, amit te mondasz, antibiotikummal kezelni a rákos sejteket, és aztán valahogy tényleg, amit az előbb mondtam, nincs folytatása. Vagy ha van is, lehet, hogy tudományos szaklapokban megjelenik, de egyelőre nem halljuk, hogy tucatjával gyógyulnának meg. Nem? Rákos betegek. Hogy ennek valójában tényleg mi lehet az oka? Aztán az ember hall összeesküvés elméleteket, tehát ezek is nagy közhelyek, ugye, hogy igazából nem is biztos, hogy érdeke. Mondjuk a gyógyszercégeknek, gyógyszeriparnak valójában megtalálni az ellenszert, sokkal nagyobb pénz van a gyógyításban. Hát aztán lehet, hogy erre meg pont ez lehet a cáfolat, amit nagyon sokszor hozunk fel, hogy egy-egy bizonyos szabadalmaztatott gyógyszerben akkora üzlet van, hogy ha valaki azt mondjuk előállítja, és valaki azt gyárta, akkor rettenetes nagy lóha van. Sokkal többet keresnél vele szerintem, mint mert ugye az összeesküvés elmélet az, hogy ne csináljunk gyógyszert, mert a gyógyításból sokat keresünk, vagy a kezelésből, ami ugye most van kezelés. És abból sokat keresünk. Hát szerintem ebből ugyanannyit, vagy még többet tudnál keresni. Hát igen, csak kérdés, hogy egyszer meggyógyított, nincs baja. Ugye? Viszont 3 évig gyógyított, 5 évig gyógyított, kemoterápia, sugárkezelés, az is gyógyszer, ott is szedni kell, és folyamatosan, ugye hát azt vásárolni kell. Ez egy hosszabban tartó folyamat, amíg az ember beteg. Na mindjárt mindent megkérdezünk, mert van valaki, aki sokkal jobban ért nálunk ehhez a témához, nyilván ez a szakterülete. Dr. Kulcsár Gyula, rákkutató és biokémikus. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak is. Jó reggelt kívánunk, doktor úr. Hadd kérdezem meg legelőször ezt a cikket, hogy ennek van-e valóság alapja, olvasta-e a doktor úr, hallott erről, hogy most igen. Az angolok, vagy angol házaspár kitalálta, hogy lehet, hogy antibiotikummal valójában fény lehet az alagút végén, és lehet kezelni rákos sejteket. Ez igaz, lehet? Hát nagyon érdekes a megközelítés a problémának. Ők abból indultak ki, hogy ugye az antibiotikumokat használják baktériumok elpusztítására, mégpedig azért, mert ezek gátolják a baktériumoknál a fehérjéknek az előállítását. Na most van egy érdekes dolog, hogy a ráksejtek közt vannak az úgynevezett őssejtek, amelyek igazából felelősek az áttétképzésért, a recidíva az újra kialakulásért, és ezek nagyon függenek a úgynevezett mitokondriumtól, amit hát öntől hallottam, az előbb ilyen sejtszervecskének fordítanak, bár az én fülemnek ez furcsa hangzik, hát de nem ez a legjobb, igen, ez a legjobb, igen, hogy mindenki értse. Tehát ez egy olyan szervecske, ami az energiát termeli a sejteknek. Na most az az érdekes, hogy van egy úgynevezett endoszimbiózis elmélet, ami szerint ez a szervecske eredetileg egy baktérium volt. Csak sok-sok-sok millió évvel ezelőtt bejutott a sejtekbe, és ott olyan jól megvoltak együtt, hogy benn is maradt. És tehát itt az analógia, hogyha antibiotikum jó a baktériumok elpusztítására, akkor jó a mitokondrium, tehát ez a sejtszervecske elpusztítására is. És ugye mivel ezek a leggonoszabb ráksejtek függenek ettől a mitokondriumtól, tehát el lehet őket pusztítani. De ez akár azt is jelentheti, hogyha most én egy bakteriális fertőzés alatt vagyok éppen, és antibiotikumot szedek, de közben van mondjuk egy olyan lappangó betegségem, amit még nem fedeztek föl, ami később rák lehet, akkor én most, ha antibiotikumot szedek, akkor lehet, hogy titokban közben egyébként meg is gyógyulok egy hosszabban tartó antibiotikumos kezelés hatása miatt? Hát az elmélet alapján... Elmélet nyilván, igen, persze. Igen. Hát, hogy a gyakorlatban ez majd... hogy alakul, ugye azt azért a klinikai vizsgálatok döntik el, bár vannak bizonyos fokú klinikai vizsgálatok, de azokat nem közvetlenül a daganat, nem azt vizsgálják, hogy mi a hatás közvetlenül a daganat sejtek ellen, hanem hogy a daganattal kapcsolatos infekciós kezelés, tehát infekció elleni hatást vizsgálják ezekben a klinikai vizsgálatokban. Hát remélhetőleg eljön az idő, amikor végeznek velük klinikai vizsgálatokat, és akkor egyértelműen eldől ez, hogy tényleg használható-e. Egyébként nagyon érdekes még az a megközelítés, ami a mi kutatásaink, ez egy hasonló a mi kutatásainkhoz, hogy ők azt mondták, hogy úgynevezett mutáció független megközelítés vagy kezelés, ugyanis ugye a mutációk miatt rengetegféle ráksejt van, ami mind szinte külön-külön gyógyszert kíván, ugye ez ma az álláspont, tehát ők azt próbálták megfogni, hogy közös az összesbe, tehát az, hogy ezek az őssejtek.
Tehát ezáltal egy közös és minden ráksejtre ható megoldást próbáltak találni, és hát ha megemlítettem a mi kutatásainknál, pedig ugyanez a dolog, mi meg azt vizsgáltuk, hogy milyen védelmi lehetőségek vannak a ráksejtek ellen, és hát arra, mivel ugye olyan esetekben, amikor nagyon recsökken az immunrendszer hatása, például écesekben, felmerült, hogy miért van az, hogy nagyon sok daganat, mint ami sem történt volna, nem alakult ki gyakrabban. Tehát kell lenni ott valaminek, ami ezt megakadályozza, tehát kell lenni egy védelmi rendszernek. És ugye ez szintén egy általános úgynevezett mutáció független megoldás lenne. És akkor elképzelhet, hogy lesz az egy nagyon szép új világban, majd valamikor, hogy az ember egyszer csak elmegy egy antibiotikus kezelésre és meggyógyul, kis túlzás, nyilván elméleti kérdés, de 10 év múlva, 20 év múlva, akár ide is eljuthatunk? Hát igen, ez mindenképpen ez a valószínű, vagy mindenképpen ez lehetséges, de sajnos az a baj, hogy ahogy erről önök is beszéltek, hogy mikor már klinikai kipróbálás alatt vannak a különféle szerek, vagy akár már használják őket, akkor derülnek ki a korlátaik. Ugye egyre modernebb hát módszereket találnak ki a tradicionális terápiába is, de nagyon sokszor az a probléma, hogy például egy adott citostatikum, vagy például a sokkal célzottabb kezelés az úgynevezett monoklonális antitestek, hogy elpusztítják azokat a sejteket, amelyekre azok érzékenyek, és megmaradnak azok, amelyek nem érzékenyek. Tehát szinte kiválasztják azokat, amiket már nem tudnak elpusztítani. Hogy kérdezek rá erre, mindig sokat felvetett, nyilván kicsit közhelyszerű összeesküvés elméletre, de hát a doktor úr azért nyilván szaktekintély, tehát megkérdezhetjük, hogy lehet elvileg valakinek az érdeke az, hogy mondjuk ne nagyon fedezzék fel a rák ellenszerét, ugye ezt is mindig halljuk, amikor a rákutatásról beszélünk, hogy nem azért még mindig nincs meg. Tehát, hogy nagyobb profit, nagyobb üzlet van magában a szintentartásban, a gyógyításban, a kezelésben, az utógondozásban, mint abban, hogy valaki mondjuk elmegy egy egyhetes antibiotikum kurára, megkapja, és köszöni szépen, meggyógyult, jól van, és soha többet nem lesz beteg. Vagy a között azért kicsit azért én fantazmagória összefüggést találni. Igen, hát én mindenképpen úgy gondolom, hogy ez semmiképpen nem igazi, hiszen például amikor akár egy gyógyszert elkezdenek kutatni, akkor ugye nem lehet az kritérium, hogy olyat próbáljunk feltalálni, ami nem gyógyítja meg, csak kezelni lehet vele beteget, hanem kutatnak, és ha sikerül valamit kitalálni, akkor ugye az ő érdekük, hogy minél gyorsabban szabadalmaztatva legyen, és akkor esetleg egy másik, ugye az ipari kémkedés létezik, egy másik gyógyszergyár fogja forgalmazni. Ha viszont szabadalmaztatták, akkor 20 éven belül kell megcsinálni, mert addig hoz hasznot. De hallottuk itt a nagy dózisú C-vitamint, és aztán valahogy az se terjed tovább, hogy egy doki, nem tudom, amerikai angol kitalált, hogy intravénásan adott 20 000 mg C-vitamin, az is segít, és azt lehetett hallani, hogy mivel nem láttak benne túl nagy biznisz, hiszen az aszkorbinsavat már mindenki feltalálta, így aztán ez nem is terjedt el. Ez is csak inkább összeesküvés elmélet? Igen, mert én tudományos oldalról azért más tudok erről. Ugye Linus Pauli volt az, aki nagy hívője volt ennek, hogy a nagy mennyiségű C-vitamin az hatásos a daganatsejtek ellen, és akkor csináltak is elég sok klinikai vizsgálatot, de sajnos voltak olyan klinikai vizsgálatok, meg voltak olyan kutatók, amelyek úgy gondolták, vagy az eredményeik alapján, hogy azért ez nem olyan egyértelmű hatás. Igazából most ezt a legalább 20-30 éves Linus Pauli féle ötletet próbálják újra. Az igazság az, hogy azért azt szerintem úgy, nem árt talán mondani, hogy azért Linus Pauli is, meg Szent György is, ugye, aki a C-vitamin előállítását paprikából felfedezte, ők nagyon nagy mennyiségű C-vitamin szedtek naponta, és azért elég érdekes, hogy mindegyik 93 éves korában halt meg. Igen, ráadásul ugye nem is mesterségesen előtött aszkorbinsavat, hanem őrölt paprikát, tehát a valódi C-vitamint, ugye? Igen, tehát ez is nagy különbség, igen. Hogy most jó-e az igazi aszkorbinsav, bármint a patikában kapható 50 grammos mondjuk, por alakban, vagy a tabletta, vagy az igazi. De hát ők az igazit szedték, azért azt nem szabad elfelejteni. Igen, bár hát ma is azért általában nem mesterségesen állítanak elő ma már ilyen hatóanyagokat, hanem valamivel termeltet itt például, most nem tudom konkrétan C-vitaminnál, ez így van, de nagyon sok esetben például baktériumok termelik, tehát élő anyagból származik. Azt hadd kérdezzenek, doktor úr, hogy arra sikerült már rájönni, hogy például Magyarországon miért vezető halálozási ok. Tehát elképesztő adatokat olvas az ember, én nem is tudom, évente 35-40 ezer ember. Tehát, hogy hihetetlenül sajnos sok statisztikai mutatóban előjárunk az Unióban ebben is. Hogy
hogy miért vagyunk mi veszélyeztetettebbek, mint a svédek, vagy a dánok, vagy nem tudom, pedig piros paprika felhasználásban jók vagyunk. Igen, élő szlovákok. Tehát, hogy nyilván életvitel, táplálkozás, gondolom én, de hogy mégis van ennek valami kézzel fogható oka, hogy mind kéne változtatnia a legtöbb embernek, hogy mondjuk ezt elkerülje, azon kívül, hogy persze nem stresszel nyilván, és mozog. Tehát ugye mindig ezeket halljuk. Hát igen, végül is ezek a unalomig hallott lehetőségek azért mégis nagyon lényegesek. Ugye egyrészt a mozgás, nem dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás kerüléssel, fizikai aktivitás, a testtömegindex alacsony szinten tartása, tehát nem elhízás. Ezek azért nagyon lényegesek. Na most én konkrétan nem olvastam olyat, tehát én is sajnos ezeket az elszomorító adatokat ismerem inkább, hogy ugye első helyen vannak a férfiak az daganatos elhalálozásban Európában, a nők másodikán, stb. De hogy konkrétan ennek mi az oka, ilyet én legalábbis nem találkoztam ilyen cikkkel, hát szerintem biztos mindezek együtt benne vannak, hogy ezeket a dolgokat, amit ugye általában ajánlanak, nem tartják be, illetve hogy valami miatt, és el tudom képzelni, hogy ebben talán benne vannak ezek, amit szoktak néha mondani a magyarokra, ez a sírva mulatunk, tehát hogy egy ilyen fés bájítottság, ami ez csak az én véleményem természetesen, nem biztos, hogy ez így van, hogy ugye azért az, hogy nagyon-nagyon sok évszázadon keresztül mindig elfoglalt nép voltunk, tehát más uralkodott rajtunk, és ez lehet az oka annak a sírva mulatozásnak, meg ez jelentett egy plusz érzékenységet a különféle stressz hatásokra, amelyek szintén befolyásolják ezt, de ez tényleg csak az én gondolatom. El kell foglaljuk Amerikát, gyerekek, nincs mese. Tehát most akkor mi jövünk. Jó, vagy nem tudom, mondjatok valamit, meg és cseréljünk GDP-t, akkor minden rendben lesz. Ennyi. De akkor azt mondja a doktor is, hogy alapvetően akkor a rizikofaktorokat kell csökkenteni, azokat a testi, meg lelki rizikofaktorokat, amik mondjuk a rák kialakulásához vezethetnek. Tehát, hogy ez a legjobb védekezés. Igen, hát például, ha megnézi valaki a WHO hát honlapját, akkor ugye nagyon elrémisztő adatok vannak, hogy 14 millió új eset, 8 millió halálozás, stb. De ott van olyan adat is, ami inkább bizalmat ébreszt, vagy legalábbis reményre ad okot, hogy például a dohányzás az összdaganatos halálozások 20%-áért felel, tüdő és szájvilági daganatoknál 70%-áért. Tehát ez azt jelenti magyarul, ha valaki dohányzik, akkor ilyen százalékokban csökkenti az esélyt, hogy ő beteg legyen. Tehát pozitívan kell ezeket a dolgokat, pozitívan kell hozzáállni. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy segítség az, hogy az emberek arra figyelnének, hogy megelőzzék a bajt. És erre ugye vannak ezek a dolgok, amit már az előbb is soroltunk, amikre figyelni kell. Emellett még ilyen, vannak ilyen önvizsgálati módszerek, ugye mammográfia, herevizsgálat, stb., ami szintén nagyon segíthetnek, illetve minden olyan dolog, ami nagyon furcsa vagy váratlan, olyan orvoshoz kell fordulni, és vannak még államilag adott lehetőségek, ugye ilyen tüdőszülés, mammográfia. Hát igen, Ferencünk volt herevizsgálaton, doktor úr, büszke lenne, mert bizony. Ferenc elment egyébként, egy fél órát mesélt róla utána, hogy egyben szórakoztató, és hát a méltóságát az embernek ott kell hagyni, de megéri, mert minden tiszta. Mert minden tiszta, és minden rendben van, igen. Úgyhogy Ferencünk ezen átesett. Na jó, hát reménykedjünk akkor ebben, igen, azért is volt érdekes beszélni a doktor úr, csak az ember elolvas egy ilyen cikket, hogy megint megvan az ellenszer, van ennek tényleg tudományos alapja, de akkor tényleg van. Tehát ez nem egy légből kapott dolog, és lehet, hogy akkor 10-15 év múlva tényleg már milyen jó, hogy antibiotikum kúra hatására valójában meggyógyulnánk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó munkát és sikeres munkát kívánunk leginkább. Köszönjük szépen a doktor úrnak, köszönjük szépen, dr. Kulcsár Gyulával beszélgettünk, köszönjük szépen. Rákutató biokémikussal, köszönjük szépen, viszont hallásra. Hát igen, csak hogy mire van meg az ellenszer, mert ahogy ő is mondta, a doktor úr is mondta, azért minden egyes rák másféle terápiát, másféle gyógyszert igényel, és nem biztos, hogy van egy ilyen bölcsek köve, ami mindenre jó. Jó, ha ez most tud majd ötöt, akkor azért szerintem sokan mondják azt, hogy ez az, csináljuk. Nyilván, hogyha egyet tudnak vele üzembiztosan gyógyítani, akkor már szerintem nagyon sok ember jól jár vele. Igen. 7:30 múlt, pontosan 5 perccel jönnek a hírek, mi pedig játszunk. Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, ha valaki szeretne velünk játszani, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 múlt, pontosan 2 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Takács Nikolász, új dala, Teli hold.
nagy hajlításokkal, nagy énekléssel. Nagyon jó kis énekes. Bár mondjuk őszintén, nézve például a Dal című műsort, az, hogy valaki jó énekes, tehát jó hangja van, értsd, nem feltétlenül jelenti azt, hogy szórakoztató is, hogy izgalmas is, hogy érdekes is, mert a dal számít, és nem az énekhang alapvetően, szerintem legalábbis. Nagyon sok nagyon jó hangú, nagyon jó torkú énekes van, de sajnos nem írnak nekik jó dalokat. Hát igen, ez így van. Nézzük a közlekedési híreket. Trafi Tiszavasváriban Attila küldte nekünk, Nagy Kanizsa, között csótlan az út, a közút kezelő is megijedt az árnyékától. Perna Heider kérdezte. Perna Heider, igen. Aztán nem vagyunk összhangban a ti időjárás jelentésetekkel, itt Debrecenben süt a nap, GS küldte nekünk. Ja, az egyébként jól hangzik. M5-ös bevezetőn a második kintebb lévő ÖNFA-kút körül Trafipax. Aztán szintén az M5 bevezetőn a Meki Möbelix magasságában pedig rendőri ellenőrzés. Ezt Csipi küldte nekünk. Köszönjük szépen. És egy reagálás arra, ami ugye az előbb már elhangzott, vagy egy órával ezelőtt körülbelül, ami a te nagyszerűségedet erősíti meg, János, ami azért elhatárolódnánk. Hát szerinted de, kiről van szó? Istenem, soha nem figyelek, hogy... amikor valakit méltatok, ahogy... mert biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok. Hát de egyértelmű, de azért vagyunk itt, hogy őt méltassuk, hogy ugye a rossz ötletek a miénk, a jó ötlet, mint a Bee Gees, az a tiéd. És most kérlek szépen, igen, rá kellett jöjjünk, hogy tényleg nem nagy zoltál ezzel. Ez tényleg nem egy ilyen felelőtlen nagy képűség volt, ugyanis több hallgató megírt, hogy ez az a zene, amire az újraélesztést tanulják. Ez az a ritmus. Tehát te mit csináltál tudat alatt? A magyar, az egész magyar néppel tanítottad meg a pumpálás ez tempóját. A BPSM. Nyom. Ez az egyébként. Itt volt az hallgatja, a két srác. Hallgatja a Morning Show-t, a csávó kinn az autóban. Látja a balesetet, kiugrik, és benne van a beszélgetés alatti tempó. És már csak ebben annyit kell küldeni, hogy baj van. És igen? Abban a pillanatban tudom, hogy szükség van a zenére. Nyomni kell. És ráadásul neked ez a véredben van, mert gyakorlatilag ezen a lótán nőttél fel. Most mi, ezt az egyet hallgattam ilyen akkor, napra. Hogyha én például arra a zenére csinálnám, amin felnőttem, a Metallicától a Whiplash-re, tudod? Whiplash-t! Whiplash-t! Szegény, beteg. Mi lenne belőle? Ha már Whiplash. Na. Szerinted miért mondtam be? Megnéztétek? Drága gyerekek? Kikölcsönöztétek? Még nem. Bali videótékájából? Megnéztétek? Még nem. Bepótoltátok a lemaradást? De péntek, mit? Szombat, vasárnap ezt betárasztunk. Whiplash, az a film címe. Ja, hogy ez egy film. Whiplash. Már fontos ugye... személyek megtekintése. Whiplash. Valahogy meg kell jegyezzem. De egyébként jó, Whiplash. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó, igen. Igen. Jó film. Gyerekek, azt kell, hogy mondjam, hogy jó film. Tényleg, tudjátok, hogy nem szívesen ajánlok jó filmet, mert filmirigy vagyok, hogyha én látom, ti ne tudjátok megnézni. Nem. Jó, Whiplash, egy zenekarról szól, most így, ez ennek alapján nem ülsz be a moziba, és nem gondolod azt, hogy úristen, meg kéne nézned, de mégis egyébként szenzációs. Tényleg nézd meg, jó. Az utolsó zenekaros film az a Kopasz Kutya volt, érted? Azóta nem született túl. A Kopasz Kutya. Ez volt, tudom, a címe, Kopasz Kutya. Na, tehát van egy zenekar, aki amit a megalakulását, a mennybe menetelét, a széthullását taglalja a film, vagy mit? Igen, van egy nagyon híres zeneiskola, és ez egy konzervatórium, ahova jár egyébként egy srác dobolni. És van egy nagyon durva tanár, aki szintén nagyon zeneőrült, nagyon elszánt, és ő azt mondja, és azt gondolja, hogy a tehetségeket meg kell először törni, hogy az igazi tehetség felszínre kerüljön. És a dobos srác, aki valójában egy nagy tehetség, és a zenetanár harcáról szól ez a film, gyönyörű. Sorozat, vagy csak egy másfél órás? Hát film. Ja, film. Miért a sorozat, nem film? És segítség. Halló, Jani. De mondom, hogy film. Jó a kérdés. A kutyafáradt megfogtál ezzel. Aha, igen. Whiplash. És hát zseniális. Hát aki a zenetanárt játsza, tehát ő hihetetlen. A Miles Teller, azt mondom, úgy hívják. Szenzációs. Nagyon jó. Imádom, ahogy játszik. Szenzációs. Imádom. Jó.
Vagy és nem is ez a J.K. Simmons, talán nem, a Simmons játssza a tanárt, igen. Ha ezt megnézted, mindenképpen nézd meg Feri, az Oculus című filmet. Igen, mert a Fletcher a tanár. Mert az is nagyon jó egyébként, egy szép romantikus történet, egy testvérpár a szüleik meggyilkolása miatt börtönbe kerül, és amikor kiszabadulnak, akkor az egyikük szeretne mondjuk új életet kezdeni, a másik pedig magával a meggyőződése, lántja, hogy egy természet feletti erő vette rá őket erre a tetre, ami egy antik tükörből szabadult ki. Na, ez szerintem. Aha, ezt mindenképpen tényleg nézd. Tehát, hogyha építkezünk, akkor Whiplash, Oculus. Péntek este, odaülteted magad mellé a gyerekeket, és nézitek Oculus. És komolyan mondom, most némi kultúrának akarok itt néhány percet áldozni, és erre nem kiheréljük. Egy jazz konziról szóló gyönyörű filmet akarok nektek megmutatni. Nézzétek meg, hogy mi van egy ilyen konzervatóriumban, hogy micsoda melló oda bekerülni, dobolni. Erre el kell rontani a szeméből vérző kislányal, aki meglátja a tükörben a testvérét, és ezért dühös lesz, és lemészárol mindenkit. Hát ez a kultúra egy nagy pillanata volt most. Vettem észre. Ezért próbáltam ellensúlyozni. Egy horrorral? Aha, szerintem a hallgatóink ugye egy nagyon széles érdeklődési körül rétegből kerülnek, és minden érdekli őket. Aha, te ezzel a horrorfilmmel egyszer megnéztem én barom 10 vagy 15 évvel ezelőtt valami barlang, vagy mi az Isten. Jaj, nagyon jó film. Hát nem bírtam aludni hetekig. Hetekig, hogy valami lányok eltévednek a barlangban. Jaj, és egyenként szépen eltűnt. És ott még kezdtem örülni, érted, hogy mondom, lesz. Csavarral a végén, nagyon jó film. Hát és a vége? Klaustrofóbiásoknak nem ajánlott. Nem, senkinek nem ajánlott. Ne nézzetek ilyen filmet, a lelketek lesz rossz, érted? Meg és nem tudtok aludni. Én hetekig nem mertem hazamenni. Nekem rossz a lelkem, én Valentin napra is vettem a múltkor krumplit hagymát. Hetekig nem mertél hazamenni, ez jó kifogás. Megnéztem azt, hogy Jani által nem tudok hazamenni, hol vagy most? Hát valahol alszom, de nem tudok, annyira félek, nem tudok hazamenni. Ez jó egyébként. Akkor még egyedül. Én is vagyok, ráfutok egy-két horrorfilmre, és egyszerűen utána van napokig rosszul, aki már hosszú-hosszú évek óta direkt nem nézek ilyen lelket terhelő filmeket, mert egyszerűen kiganézzák a lelkemet. De tényleg, tehát, hogy egyszer ráfutottam egy olyan filmre, Tarantino volt a producere, arról szól, hogy emberek fizetnek azért, hogy más embereket kínoszhassanak egy szobában. Igen. És ezt elkezdtem végignézni, és amikor már annyira dermed vagy, hogy nem tudsz oda nyúlni a távkapcsolóhoz, tudod, mert félsz, hogy valaki van a lakásban, a tudod. Egyébként én nem szeretem ezt a filmet. Félsz, hogy hallasz valami hangot, igen, félni kezdesz már, igen, és egyszer nem tudsz oda nyúlni a távirányítóhoz, és az vagy végignézed. Hetekig rossz. De tényleg hetekig rosszul voltam, arról szól, hogy mondom, embereket lehet kínozni pénzért, de ne is menjünk bele, nem akarom cizelálni a dolgot. A zombis filmeknek mi a célja egyébként? Hát figyelj, ha már itt tartunk, akkor George Romero, a zombis filmek gyakorlatilag pápája, annak idején ezt a dolgot társadalom kritikának szánta. Tehát, hogy ő nem egyszerűen arról akart filmet készíteni, hogy és akkor ők jönnek a halottak a sírból, és akkor csosztanak, és akkor agy, és akkor mennek, hanem nála ez egy komoly társadalomkritika volt. De mi volt a társadalom? Hogy gyakorlatilag az emberek, a civilizált emberek az életmódjuknak köszönhetően egyetlen alaktalan és egyéniség nélküli masszává válnak, akiket csak egyetlen dolog hajt egész életükben, a fogyasztás. És ez tényleg érdekes, hogy az analogia teljesen megfelel. Hát ugye ott van például a Holtak hajnal, ami egy nagyon klasszikus zombi film. Romero-tól egyébként a remake is zseniális, sőt, nekem megmondom őszintén, az jobban is tetszik. Nem véletlenül például, hogy egy bevásárló központhoz gyűlnek oda az emberek, ahol életükben is mindig összegyűltek. Tehát, hogy az egészben azért egy picit több van. Nem túl bonyolult, de azért több van benne. Egy igazán jót láttam, én nagyon nem szeretem az zombis filmeket. Jó a Walking Dead, nekem most ez az évad, ami egy kicsit lassú már, tehát három részenként történik. Imádják az ember. Tudom, nagyon szeretik. Egy nagyon jó volt, ami arról szól, hogy van egy TV stúdió, én nem tudom, mi volt ennek a címe, talán te ajánlottad. Való világ. Nem hiszed el, való világ. Való világ zajlik, megvan a műsorvezető, kiszavazás zajlik, és arról szól, hogy bent a villában és a villán kívül zajlik a kiszavazás. Zseniális. De közben a világban már mindenki zombi. És ők szavaznak? Beül a vezérlőbe egy zombi, és azt mondja, szűket kérek, kettest kérek. Nem, sokkal jobb. Mert arról szól a dolog, hogy zajlik a kiszavazó sor, és ugye ilyenkor mindig a rajongók oda mennek a villa köré. Aha. És hátul már, a sor legvégén már elkezdik a zombik megenni a rajongókat, és már csak a vezérlőben nem tudják, hogy kint zombi támadásban, illetve a villalakók nem tudják bent. Megeszik a vezérlőt is, mert bejutnak, de nem tudnak bejutni a villába. És a villalakók, miközben már kint a műsorvezető is, meg már mindenki zombi, és mindenki elvérzett, rájönnek egy nap, hogy nem követi őket a kamera.
csönd van a villában. Elkezdenek füttyögni, rettenetesen életszerű az egész, fütyülnek, dobálják a kamerát, kiszólnak, és rájönnek, hogy valami nem stimmel a külvilágban. A külvilágban már mindenki zombi. Nagyon durva. De az a jó, hogy amíg erre rá de még rájönnek erre, annyira életszerű. Addig simán tolják tovább ezt a való világos történetet, mindenki játsza a kis játékait, a kis taktikáit csinálja, még meg akarja nyerni a játékot. De közben meg már kint például az óriási, amikor a vezérlőbe néz egy zombi már bele a kamera, és látja, már hogy bent szerepelnek a meleg fiú, a hogy hívják, a levitézlet sportoló, nem tudom. Óriási társadalom kritika ez is egyébként, zseni. És már bent vannak a vezérlőben, már kint a külvilágban, a Londonban már mindenki zombi, egy hely van még a városban, a való világ, ahova egyébként nem tudnak bejutni, mert be van zárva. Majd ugye kimegy egy villalakó, akit ugye vagy kivisznek, nem tudom, visszajön zombiként, és azt hiszik, hogy hülyül. Igen. Hogy? És hát jó a vége is, nem mondom el, meg zseniális, nem akarok spoilerezni, az egész nagyon jó. Ha egy zombis filmet nézel, azt nézd meg, nagyon jó. Ez egy csúnyák benne a zombi. Figyelj, csúnyák, félelmetesek, igen. És nem kompromisszumkészek. Én azt szeretem, amikor le tudsz alkudozni vele, meg megbeszéled, meg a fénytől fél. Én azt szeretem, amikor nem tudsz vele alkudozni, mert nem nagyon ad kegyelmet. Elképesztően jó fekete humor van benne, egy minisorozatról, egy brit minisorozatról van egyébként szó. Négy részes, simán le tudjátok darálni, röhögni fogtok rajta garantált. Persze vannak benne naturális részek is, de rengeteg nagyon jó poén. Ja, és mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mennyire hiteles az egész történet, hogy egyébként a brit Big Brothernek a műsorvezető nője is szerepel benne. De megeszik. És nagyon életszerű, hogy aki megcsináltam pár való világot, tényleg olyan kiszavazás, ülnek a vezérlőbe, add a közelít, pusztató. Kettes, mond a végeredmény, nem mond még, tehát minden ugyanúgy zajlik. Csak aztán már a vezérlő is elcsitul. Fantasztikus. Elcsitul a vezérlő is, egészen más történik. De jó, egyébként tényleg négy tetszett az a címe, nagyon-nagyon jó. Behozom neked holnap. Ne hozzád nekem. Nem teszem, nem nézek meg egy ilyen izét, hát nem tudok emberek lemenni a garázsba. Tudod, hogy nem ajánlok rosszat. Viples, hogy egy kicsit kulturálódjál. Viples, viplas. Lass. Ja, hogy ez plass. Viplass, és utána kifújhatod a szakmaórát a decettel. Jó, és akkor adtál is a kultúrának, de kicsit közben azért úgy volt, hogy azért úgy. Aha, a zombis adtál is. Nem lehet, hogy nem erre vonalra megyünk a filmes felkészítésem alatt. A Viplass kultúra. A Viplass az, ja, az egy mély az mondani valóval megáldott. Tényleg szép film, csak úgy, mint a mindenség elmélete. Vagy Oculus. Decet, ahogy Balázs is mondta, ez a listát tessék. Van most egy nagyon jó a Piroska és a Farkas, meg egy felnőtt filmes változat. Ne, az érdekel. A Kélak az erdő mély. Az érdekel. Illetve az erdészben néz. Jó, igen, ezeket mindenképpen létsz. Na játszunk. Jó már is, Oben bácsival és Beruninvel játszunk. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakuk vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Hello, Dani! Dani, honnan hívtál minket? Sziasztok, Szombathelyről telefonálok. Szombathelyről. Láttad már az előbb említett sorozatot, vagy filmet? A Whiplash-t, A Walking Dead-et, igen, meg Walking azt a filmet is, de én amikor elkezdted mondani ezt a... hogy ez szobába kínoznak embereket. Azt nem, arra, nem is akarok voltam. Beszélni, azt nem, motel, azt nem, azt, de az nem is kell, azt nem is akarok. Konkrétan elment az élettől a kedvem egy hónapig. Nem, a Whiplash az egy nagyon szép film. Azt nem ismerem. Konzervatőrum, nagyon szép film. Jó, na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Danikám, te mivel foglalkozol? Én telekommunikációs cégnél vagyok, értékesítő. Telekommunikációs cégnél. És most borotválkozol? Na, a rezgőre van állítva a telcsi. Figyelj, jön egy rövid kis rész, hallgass meg. Na 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 na. Ajjajjajjajjaj. Aha. Húha. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Okay. Na 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 na. Húha, ismerős. Az a baj, hogy nem ez a dal megismerhető része. Ez a trükk benne. Ez a trükk, igen. Mutassunk egy hosszabb részletet, Dani? Igen, azt megköszönöm. Jó, figyelj, kivettük a bögrét, figyelj. Na 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 na. Na, ez már viszont megismerhető volt. Ú, egy nagy klasszikus. Még egyszer, figyelj. Oké. Na 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 na. Ó, na így van, biztos, hogy meg. De a Tricse? Nem. Kapkodtál. Hallgass meg, ez az eredeti, figyelj. Bikini. Egy jó kis bikini lett volna. Ajajajajajaj. Részegen kivisz majd haza ez a dal címe. Hát pedig ezt azért tudnom kellett volna. Igen.
Ja, igen, ilyen bulikat nyomsz? Ez a kérdés neked is hajnalban? Nem, de hát azért ezt ismerem. Ja, azt hittem arra vonatkozott, hogy tudod kellett volna. Nem. Dani, legközelebb, köszi a játékot. Jó, köszönöm szépen, sziasztok. Ciao. Hello. Hello, hello. 8-ra múlt 1 perccel, jövünk a legfrissebb hírek után. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett hangzik a szád, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 16 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. Segítség, a szám közben Vastag Csaba mászott fel az asztalomra. Lehet így dolgozni? Kérdezi egy hallgatónk SMS-ben, igen. Hát ugye talán pont ezt énekelte tényleg, és ezzel mászott fel ugye a zsűri asztalára, még az X-Faktor első évadában. Igen, 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 amit aztán. Na, mekkora pillanat volt. Ugye ki is választották, hogy tovább is jutott, igen. Áll az M, mondjad. Ja, bocsánat, csak még a dalhoz akartam hozzáfűzni azt, hogy a Robbie Williams rajongók nagyon örülnek, mert hogy a Szigeten ott lesz. Örülünk is. Bizonyám, szerintem hát azért... még nem rajongóként is örülsz, mert azért az belekarcolunk azért. Megnézzük, nem? Megyünk? Arra megyünk, persze. Az én ezred videója, a Knepverszi koncertje a csávónak, aki, amit azzal kezd, azt hiszem, hogy innen is puszilnám az Oasis-es fiúkat, mert ők két teltházat csináltak. Ez a mai a harmadik. Ő hármat nyugodt. Ő hármat nyugodt, igen, és megérkezett fejjel lefelé. Igen, úgy lassú, hogy belógatják, ugye, feketeinkben, fehér nyakkendőben, és utána 150 ezer ember van kint, és háromszor megcsinálta egymás után. Igen. És olyan zenekara van a csávónak, hogy meg vagy akkor azon a koncerten, mert biztos nem azokkal dolgozik együtt, megőrülsz. Igen, az egy jó koncert. De ez jön most, hogy valami hasonló, ez a Let Me Entertain You. Nagyon remélem, hogy nem a swinges buli lesz. Nem, nem a swinges. Nincs az a baj, ha egy betűt beleraksz, tudom, de... Nem, a másik jön, ami nyomott sokáig. Igen. Azt mondja, hogy áll az M0-as, az M3-astól az M5-ös felé, én csak a buszról láttam, mert a kocsi megint elromlott. Persze, hogy Fiat, ez Brown küldte nekünk. Aztán Sajó-Szentpéteren hajnal óta szakad a hó, csúsznak az utak, mindenki vigyázzon. Áll az M0-as a 63-as kilométernél, ez ugyanaz, ugye az M5-ös felé Laca System küldte. Valamint azt mondja, hogy a Sibrik Miklós felüljáró megváltozott a forgalmi rend, átadták az elkészült részt, és most arra terelik a forgalmat, bontani kezdik a másik részt, itt is nagyon nagy a dugó, ezt Gregor küldte nekünk, Miskolc belvárosában még mindig hatalmas dugók vannak mindenfelé, és igen, csak a belső sáv használható az M3-asnál, a nulláson, ahol ugye torlódás van, amit az előbb mondtam. Nekem is van egy közlekedéssel kapcsolatos hírem, tréleresen próbálom meg előadni. Szolnokon már elkezdődött. Senki nincs biztonságban. Mindenütt ott vannak. Ami elkezdődött... Anya! Látod? Jézusom, visszabújok a paplan alá. Mi van Szolnokon? Ott már elkezdődött. De mi? Senki nincs biztonságban. Félem, olyan bagatell dolgot hozni, hogy rábukom a zsűlölében. Kérlek szépen, az na. Van, hogy a szolnoki városi rendőrkapitányság indította a dolgot, vagy legalábbis ott már van, de lesz egy csomó helyen, hogy figyelik a mozgássérült parkolókat. 100 000 Ellopják őket? Mindig? Nem, 100 000 forintos bírságot adnak végre azoknak, akik jogtalanul használják a dolgot. A mozgássérült parkolót, ami azért is érdekes, mert úgy is jogtalan a használat, és ezt szerintem sokan nem tudják, hogyha neked van mozgássérült kártyád, mert mondjuk van olyan családtagod, aki ugye mozgássérült, de ő nincs ott a kocsiban. Mert nagyon sokan úgy járnak a kártyával, kirakja, és ő mint aki egyébként szállítja a mozgássérült családtagot, így megy vele napközben, de nincs ott a családtag, és beáll a mozgássérült parkolóba. A rendőrbácsi ott fog figyelni, kiszállsz belőle, és nincs melletted a mozgássérült, 100 000 Az kemény azért, a 100 000 Az nagyon komoly. 100 000 forintig mehet a bírság. Egyébként pont a hétvégén jutott eszembe, ahogy ugye megkezdtem sípályafutásomat, mentem fel az autómhoz, és ott állt egy ilyen nagyon drága, jó minőségű autó, egy ilyen mozgássérült kártyával, hogy a sípályán. Tényleg? Hát nézd, hát lehet, hogy a mamát kihozták egy kicsit levegőzni. Lehet, hát most lehet, miért ezzel. Baj az? Hát miért nem, ő nem levegőzhet egy picit? Nyilván hát. Mindig megvan a dolog. Egy csúnya síbaleset után. Igen, csak azért sok a 100 000 szerintem, mert azért
Tehát ugye meg kell hagyni a lehetőséget, hogy valaki mondjuk tényleg nem vette észre. Az esetek nagy többségében, tudom, terepjáróval állnak oda, de van, aki azért áll oda, mert mondjuk nem veszi észre, akkor viszont sok a 100 000. Viszont hogy szankcionálod azt, aki direkt áll oda. Tehát bennem mindig az merül föl, hogy oké, persze büntessék meg nagyon keményen és jogos, és általában ugye tényleg azt látod, hogy nagy, mit tudom én, MLG-pek vagy X6-osok állnak mozgássérült helyre, de mi van, ha valaki mondjuk véletlen benézi, és a fél fizetését rámegy arra, hogy ne adj Isten, ember volt hibázott. De ha ott a kártyád, akkor már nem nézheted be véletlen. Nem, hát nem olyan arra gondolok, hanem hogy én felállok úgy a helyre, hogy én mondjuk balga módon véletlen nem veszem észre, és nem nyerészkedni akarok, nem azért, hanem mert egyszerűen csak ember vagyok, elnéztem, nem vettem észre a táblát, hibáztam. Sok a 100 000 rugó. Ott azért a 100 000 az kemény, tehát most nyilván aki direkt beáll, és baromi nagy terepjáróval jön a fitness teremből gyúrva, érted, mert rohadt nagy bedugran bicepszel, érted, egy vanília sékkel a kezébe, egy fogyi sékkel a kezébe jön, éppen egy gyúros pólóba, értem, hogy az ne álljon oda, csak hogy mi van akkor, ha mondjuk te ezt véletlen elnézed, és hibázol, akkor a fél fizetésed elmegy egy büntetése, mert nehogy is azt elnézted, tehát azért ez, ebből a szempontból is vizsgálni kell. A rendőrnek szerintem van mérlegelési lehetőség, igen, ez csak figyelmeztetéstől indul, tehát szóbeli, vagy nem tudom, hogy írásbeli, de figyelmeztetés, és 100 000 forint lehet a vége. Már a te figyelmeztetésedtől, hogy biztos úr, magának van egyébként mérlegelési lehetősége, igen, is. Kérem, mérlegelje ezt a helyzetet. Vagy, figyelmeztetném gondolom, önt, hogy... Nem valahogy a lényeg, hogy Szolnokon már elkezdődött. És ezt te szereted? Tehát, hogy ne álljon oda senki, nem? Ez jogos. Van olyan nagy zsipes is, akinek egyébként jogosan van ilyenje, nekem is van egy ilyen ismerősöm, de tudunk egy csomó olyanról, amikor nem jogos a dolog. És azt pedig érdemes figyelembe venni még egyszer, hogyha az éppen belül a kocsiba, aki csak a szállításért felelős, akkor ő nem használhatja. És sokan használják így is, hogy van érvényes kártyája van, de nincs ott az, aki a jogosult vagy a rászorult. És lehet olyat, hogy néhány szerep, egy Bianco csekket kitölt és előre átutal négy alkalmat? Hát ilyen nincs, hogyha mondjuk van. Mennek, majd nem, hol van egy Szolnokon? Vagy, Szolnokon, de állítólag több helyen is lesz most már országszerte. Tehát, mint a Hajdú elindul, akkor eleve kitölt egy két darab csekket, hát 200 000-ről. Nem, hát ő azért nagy klasszikus, tehát ő azért a nem is a tilosban parkás, de ő a kifejezetten ugye a mozgásért, neki volt 4 vagy 5 vagy 6 ugye, amikor ugye... Biztos úr, már rendezve, igen, van. De nekem is volt egy csomó, mely rossz helyen, én is álltam meg, ugye, hát szemétmondon alán festették a forgalomtól elzárt terület feliratot. Tehát ez egy szörnyű. Soha nem felejtem el ezt az esetet. Ugye, hogy az ember bemegy, iszik egy kávét, kijön, és aláfestenek egy záróvonalat a kocsi alá. Hát egy hihetetlen, hogy ilyen elképesztő dolgok mennek. De hogy a Peti azért, ő azért akkurátusan egy 4x5-ször ráállt erre a mozgássérült helyre. Tehát ő azért egy időben híres volt erre, most egészen jól parkol, vagy egy ideig. Amióta van kontaktlencséje, mert hát ez nyilván a látása miatt, a rossz látása miatt történhetett, nem? Hogy rossz helyre állt. De én is néztem már el egyébként. Most pont elmondom nektek, hogy le is tudjátok ellenőrizni, hogy ahogy mész kezem egy M7-esen, ott van egy ÖMV alkút. Igen? ÖMV, mondjuk ÖMV. ÖMV. A kettő között. Az ÖMV és az ÖMV között az ÖMV. De nem jó el. És ennek van egy drive része, és ott meg van kopva egy kicsit a festés. És ha te kanyarodsz kisívben és állsz be a parkoló mellé, akkor áll egy csomó autó, ahol még nincs mozgássérült jel, és olyan parkoló része, ahol már fel van festve, de meglehetősen kopott. Ez a parkoló része a benzinkútnak. És havas is volt, a drive is van. Egyébként meg tényleg egy kicsit havas is volt, de észrevettem, illetve pontosabban a Wiki észrevett, és átálltam, de úgy volt kirakva, hogy nem volt ugye tábla, csak maga a felfestés. És én nem láttam a felfestést, mert ugye már úgy kanyarodtam, hogy már benn volt az autó alatt. És hogy kiszálltunk valahogy, a Viki így fél pillanatra egy lenézett, és így benézett, de volt ilyen sejtése. De furán a hó, tisztán olyan, mint hogy egy tolószéket. Mindegy, nem menjük. Nézd, hogy esik. És abban a pillanatban tudod, rettegek attól, hogy úristen Jézusom, nem akarok már így újságba kerülni, azonnal át is álltam, de hogy azért az ember tud úgy hibázni, hogy nem direkt áll rá a mozgás. Jó, de neked ezer éve van jogsi, de ezer éve tanultad, nem figyeltem, kenyerodtam. Egy ember ül egy fotelben, biztos, hogy pihenő hely. Ezt nem is. Tehát felszólítottak arra, hogy pihenjek. Aha, igen. Tedd le az autót, fáradj be, fogyasz. Na igen. Hát érdekes dolgok közön. Nem mindegy. Kár, hogy velünk soha nem fordul elő, de olyan mélye. Mert sose szoktatok megállni az ÖMV-kútnál. Nem álltok meg az ÖMV-kútnál. De mi nem volt, hogy véletlen megálltál egy megállni tilos táblánál, nem volt olyan, hogy megálltál egy... Hát minden ember, aki ez a közlekedésben vesz részt, és való parkol, azért hibázhat. Még tudom, hogy ti úgy parkoltok, hogy kiszálltok előre, te elmész terep felmérni, leméred az utcát, azért táblákat, lesétálod, lefotózod, elküldöd a fotókat a Mónikán, a Mónika otthon megnézi, ő is leellenőrzi, majd elmentek és leparkoltok. Mi egy kicsit flottabbul nyomjuk. Mi nem merünk megállni az Ossannál sem, mert látom, hogy ezek a
parkolók nyulaknak, meg zsiráfoknak vannak feltalva. Igen, tehát konkrétan az Ocean parkolójában úgy mész, hogy négy utcával előbb lerakod egy ingyenes fizetőhelyzetbe a park. Ott biztos nem kell, hogy nehogy baj legyen a parkolóházban, ne, nem állunk be a parkolóházba. Tehát egy picit flottabb az autóhasználat. De az ember el tudja nézni. Hát a Mórinak soha nem volt, hogy elnézett egy megállni tilos táblát. Azért az ember hibázik, ha részt vesz a közlekedésben. Azon a 100 000-re büntetni, hát fene se tudja. Nem? Sose? Semmi nektek? Nem, az nem, én semmi? Nem, mondom neki, hogy ezért lassíts, itt kiugrok, és addig kering a profi közért előtt, amíg én be nem vásárolok. Ja, és ő megy körbe, körbe bemész. Nem, volt már neki is, volt már. Jött már trafi? Vagy volt már, hogy lefotózták? Egyszer, figyelj nekünk, egyszer volt trafing. Rafting az egyszer se. Trafing. Más a kettő. Mind a kettő nagyon mozgalmas. Igen, mind a kettő nagyon izgalmas. Itt is fizetsz, ott is fizetsz, csak igen, a trafinál nem lesz vizes. Volt trafia? Egyszer volt csak, de hát neki semmi. Nem is tudom, hogy már lassan 20 éve van a jogsia. De mi volt? Lejtmenetbe bevágtátok a 120-at? Nem, kiengedte a kézifékes. Jött egy komolyabb lejtet. Felgyorsultatok a kutyafájt, felgyorsultatok az autópályán egy 120-ra. Melyik a fék? Pont egy 600-as tábla volt ott egy balkanyarnál, és beleszaladtatok egy trafiba. Hogy tudták a Mónit letrafizni? Balaton felvidéken történt az eset. Hát én nem is tudom, hogy történt. Egy romokba hevertetek ismerve a lelki világotokat nektek, ez egy 4 hónap. Biztos, hogy 0,5 kilométeren átlépjük. Figyeljetek, nagyon komolyan megmértek minket. Valamilyen egy ilyen, szerintem egy 30-as csekket kaptunk. Mert hogy első büntetés volt. Igen. Igen, ez azért egy jó tockossal ér fel ez a dolog. Tehát amikor először követsz el valamit, akkor át kell ijeszteni. És akkor ezért 30. Írjuk meg. Hát. Mire nem értem azt, hogy miért van az, hogy vannak olyan helyek, ahol nincs tábla, csak felfestés. Tehát, az ugye ér a kettő? Én nem tudom, hogy ér-e vagy nem, én próbálom figyelni, de nem mindig látod. Tehát nem mindig veszed észre, hiszen olyan ívben kanyarodsz az autóval, tényleg ráállsz. Uh-huh. Ártatlanul, 2,5 tonnára. Tehát tegyenek láncot is neked. Nem. Az autósok védelmében mondom, akik azért tényleg nem direkt állnak, hogy nem lehet egy táblát is föltenni. És egy LED-falat, tudod. Egy villogó piros LED-falat, és a Balázs, ne állj meg. Nem, ezt mondom, tényleg próbálok nagyon figyelni, mert rettegek attól, hogy valahogy csak egyszer álljak meg rossz helyen, és 5 évig lesz. Itt hallgatom. Biztos, hogy megint lesz, mekkora bunkó volt, ami nem tudok normálisan parkolni, tehát tényleg nagyon figyelek. De miért nem csinálják azt, hogy tábla és felfestés? Nem az a jogszerű, vagy nem a kettő együtt számíthat arra, hogy te észreveszed? Hát te is tudod, hogy tudsz olyan ívben megállni, hogy nem látod, hogy már alattad ott van. Nem arra mondom, hogy te sűrűn állsz meg, hanem mit hogy szeretném, menjek veled? Nem, állj ellen, és mondd meg, hogy aki jogkövető autós, az odafigyel arra. Én támogatom a tábla és az útfelfestés közös használatát. Szerintem az a jó, egy csomó helyen egyébként nincs tábla. A Ferének az a szerencsé, hogy olyan alacsony felépítésű az autója, hogy amikor beáll a mozgássérült parkolóba, igen, szépen legyalulja a tetejéről a festéket, és mire leáll, már ott nincsen semmi. Nem, a Ferének olyan az autója, hogy nem merik megbüntetni, mert azt mondják, hogy jó helyen áll. Szegény, jó, ilyen autója. Te teljesen jó helyen áll ez. Meg kirakta le ide is, mikor. Hát milyen állapotok? Jó helyen áll, Józsi, ne büntess meg, hagyd a fenébe. Van itt annyi büntetni való, te, hogy hagyd a francba, hát nézd meg, tetősít. Majd mindjárt rákanyarodunk a angol márkára. Szervíz, hogy van? Jó, köszönjük szépen, gyarapítjuk a szerviz hálózatot. Mi volt az utolsó, amikor megbüntettek most? Egészen jogkövetőek vagyunk. Most tényleg? Ugye? Most neked sem volt. Sebesség túllépése semmi. Nem volt semmi? Sem. Vas megyében nem jött levél? Nem, nagyon régóta, évek óta nem kaptam. Nem lehet, hogy annyira alacsony a kocsi, hogy fölösanyám megy a lézer. Viszont édesanyád most találná le a minden héten. Igen, anyád nem mert szólni, 4000 kézbesített levelet nem mert átvenni, visszaküld, ott van a postán. Ma befizeti, ő rendes. Ma mert befizeti a bünti? Persze. Komolyan? Hát nyilván aztán odaadom neki, de hogy ő tudja, hogy ha ugye 8 napnál tovább fizeted be, vagy később, akkor... A francra költöd el a nyugdíjadat, mindig Julics. Hát, és a Tesco-féle családi parkoló megoldódott? Amit mondtam? Nem tudom. Ott mi volt a felvetés, hogyha ketten nem. Vagy? Hogy miért büntetnek? Nem. Hogy miért büntetnek, ja, ha én igen. Oda? Honnan tudják, hogy én bemegyek, és én most a családi látták. Autóval vagyok, vagy nem vagyok családi autóval? Tehát miért büntetett meg a rendő? Két üléses nehéz kimagyarázni, hogy családdal vagy. Gyerekkel vagy családdal vagy, nem? Hát szerintem azért tudsz sétálni még egy 10 métert, ahol a következő rendes van. Na de ha te mondjuk egy Tesco parkolóba, ami családi parkoló, beállsz a gyerekkel, aha, és bemész vásárolni, akkor te oda nem állhatsz be? Szerintem ha 4-en vagytok, akkor már igen. Igen? Tehát az a család, hogy apuka, anyuka, két gyerek? Anyuka, gyerek, az hát már... a minimális elvárás az a 3 gyerek. minimum 3 gyerek, igen, de hogy ez...
És figyeljetek, az a pénz, ami Vas megyébe befolyik, az csak ők kapják, mert... Persze, akkor... nagy partikat rendeznek belőle, gokártoznak, hogy ne, csak akartam kérdezni, hogy akkor szép székházban vannak. Tehát lehet megismerni a Vas megyei rendőrt, hogy sarkantyú van a csizmáján, és hogy ilyen rojtos, vagy hívják, hogy vállapjai vannak. Milyen függői rojtosok, mint az izének, a francia tábornokoknak annak idején. Igen, és nagyon szép épületben vannak. Nem, hát ez mind a központi puska, mint a regős Bentegúz. Ez mind a központi költségvetésbe megy. Tehát, hogyha téged megbüntetnek, akkor te gyarapítod azzal a költségvetést, arra gondolj, úgy fizess be, hogy akkor te most hozzájárultál ahhoz, hogy egy nagyon pici lyukat, én egy picit nagyobbat, néha a büntetéseim miatt kinek mennyi út, igen, de te betömsz ezzel egy kisebb, nagyobb lyukat. És akkor a Teve utcai székházban van már ismeretlen reneszánsz festő mennyezett feskója, vagy valami, vagy ott azon látszik azon az épületen, hogy Nem, ez nem a rendő, tehát pont nem a rendőr, régen ment a rendőrség. Nem, ez a központi költségvetésbe megy be. Tehát központi költségvetés, KK, központi. Tehát gyakorlatilag központi költségvetés. Tudsz már olvasni? Központi költségvetés. Tehát, hogy ezt az állam kapja, ez a központi költségvetés. Ezt nem csak a rendőrség használja arra, hogy új autókat vesz, mit tudom, hanem ez a központi költségvetés. De lehet, hogy aki beszedi, aki dolgozik vele, aki hóban fagyban kim van. Miért nem ők? Miért nem őket fejlesztik? Tök menő lenne. Hát a rendőrséget így is fejlesztik. Hát a csomó jól néz, most jönnek az új trafik. Jól néznek ki egyébként a rendőrök? A rendőrök jól néznek. Már milyen érte, hogy jó, tehát jó cuccaik vannak, meg ilyesmi. Tehát, hát ma mutatják be a védarendszer, gyerekek. Ez ma, ugye Júli, ma van a sajtótájékoztató. Tessék? A Jurvéda. Igen, egy ilyen illatterápiával gyógyít és fotóz majd a rendőrség, tüket szurkál, akupunktúrával, igen. Az beutalja. A védarendszer, ugye? Ez most mutatja be az ORFK, és gyerekek, hát rettegjetek, ez az új trafirendszer. Ez ma mutatják a sajtónak, és holnap el is mondják majd itt a Morning Show-ban, hogy hogy nyilatkoznak végre nekünk? Tényleg? De helyesek, na, köszönjük az ORFK-nak. Régóta üldözzük őket, nem könnyű mostanában őket. Hát megvárták a hivatalos sajtótájékoztatót, és utána aztán beszélnek ők. Ja, ez az, ami tudja a biztonsági övet, a piros lámpát, meg ilyenek. A sávváltást. Ja, és mutatják magát a berendezést is? Hát nyilván. Le lesz takarva, nem, le lesz takarva, és nem mutatják meg, és utána nem rántják le. Ne, azt nem tudom, hogy tényleg bemutatják hát magát. Hát az nem jó, mert akkor ha látod az úton, már tudni fogod. Nyilván a sajtó közöl majd fotókat, hogy így ne, néz már, ki. Mutassák már be. Hát ez tök menő lenne. Hát ha okosak lennének, nem mutatnák be. Mert akkor kiszúrod az úton. Mire gondolsz, ez egy titkos rendszer lesz? Tehát egy zöldséges furgon áll majd ott, és eladó a banán felirattal, és közben benne van a védarendszer. Így van, na most ha ezt lefotózza az újság, ugyanígy tűzifa, igen. Olcsó burgonya, és igen, briket eladózott. Nyírségi alma, nyírségi alma. És közben nagyon fotoznak alatta, vagy mire gondolsz? Igen, és hogy ha ezt most az újság megírja, akkor ezek után nem fognak egy fillért se keresni. Szerintem ez nem így van. Szerintem te vagy indexelsz, és mindegy, hogy milyen van a rendőrségnek, és bekötöd magad, vagy nem indexelsz, és nem kötöd be magad, és tök mindegy, hogy mivel jönnek. Tehát, hogy ez akkor dől el, amikor te beülsz az autóba. Most nem mondasz nekem, hogyha te tudod, hogy ott van egy telepített trafi, vagy tudod, hogy abban a kék furgonban mindig van trafi, az más. Akkor lassítasz. De nem ugyanezt arra gondolok, hanem arra gondolok, hogy neked milyen morál van a fejedben, az nem változtatja szerintem az meg, hogy a rendőrség most új, nem tudom, milyen lézeres, nem tudom, milyen nyomkövetőket, meg trafikat vezetett be. Tehát, ha te neked az a reflex, hogy beülsz és bekötöd magad, akkor te akkor is bekötöd magad, ha tudod, hogy most nagyon modern a rendszer, akkor is bekötöd magad, ha tudod, hogy lehet, hogy senkivel nem találkozom, mert azon a fejedben. Ha gyors hajtó vagy, akkor nem biztos, hogy érdekel, nem? Nyilván az M1-esen a Ládáknál lassítasz, aztán újra fölgyorsulsz. Ha szabályosan közlekedsz, akkor meg így is úgy is szabályosan közlekedsz. Tehát ez inkább fejben dől el. Hát, hogy csak azért lassítanak, hogy megnézzék, hogy van-e benne valami, mert hogy mindenki azt mondja, azokban nincsen semmi azokban a Ládákban. Van, amelyikben van, amelyikben nincs. De ezt nem mondom el, hogy honnan tudom. Mi kevés, hogy a fés arra rakják? Vagy nem, mindig mi kevés a nyersanyag. Nem mindegyik villam. Aha. Tehát van 6 láda az M1-esen, abból van, amelyik villam, van, amelyik nem. Tehát van, amelyikben van. Nyersanyag van, amelyik csak doboz. Ha persze, mindegyik alatt volt meg, már... ha kong, az üres. Aha, nem. Mindegyik alatt volt már gyorshajtásod, és nem mindegyik kaptál. Így, így. Na Viki, balról jobbra kipróbáljuk az összeset. Nézd a visszapillantróba, hogy látsz-e narancsárga fényt. Ha nem villan, igen, nincs benne film. A harmadik után emlékszem, nem jött csak. Abban nincsen semmi. Nem volt gyorshajtásom, hangsúlyozom. Az elmúlt pár hónapban nem volt. Nagyon odafigyelek a szabályos közlekedésre. De például bajban leszek, ha majd nézik azt, hogy indexelés kell-e sávváltás, nem? Mivel nem jön mögöttem senki, és megyek az M1 M7 bevezetőjén, én nem indexelek, ha kimegyek jobbra. Akkor is kell. Igen? Igen. Mert te egyébként mindig indexel? Igen.
Fú, te, ja, te fú. Jó, de régi. Megveri. A vezetékekkel gondolom már. Beragadt egyszer jobbra. Meg az olyan. Azok... Figyelj, én úgy megyek haza, hogy körbe kell mennem az országon. Azok nem szenofényszórók, tudod. Azt... Na, az nincs. Kormánymozdítása megbillen az indexed is, mint a Kispolszkiban nekem, amikor elkanyarodtam, jarabba ment vele az index. És nem minden jó. Jó. Minden jobbra dől benne, és akkor érintkezik. És akkor azt mind nézik majd, hogy én indexeltem-e? És ha egyszerre nem vagyok bekötve, nem indexelek, akkor ilyen dupla van. Halmozott, ilyen balkéz levágós, nagyon durva büntetést kapok. Bizonyám. Igen? Uh-huh. De nem életszerű basszus, sajnos ez a mindig indexelés, azért ez nem életszerű. Szokj rá. Tessék? Szokj rá, legyél jogkövető állampolgár. Az nekem például elmarad. Az nekem néha elmarad. Hát most Móni mindig indexel? Mindig. Igen? Hát otthon sőt, a Jani átnyúl, hanem... Mindig. Mikor már megy a fürdőszobában? Nem, meg hát őt nem zavarja a jobb kezében a telefon, a bal kezében a sült krumpli. Igen, mint téged, érte, fogja. Mert erre gondoltam, amikor azt mondtad, hogy nem életszerű. Hát persze, hogy nem életszerű. Hát érted, egy cheeseburgerrel a kezembe, én sem tudnék kérdezni. Hogy a francba? Szóval mennyire érdekes, amikor leöntöm magam eperséggel, hogy milyen mérges vagyok. Nekem mondod. Na jó van. Ne, fontos ez, fontos ez tényleg, hogy mindenki szabályosan menjen. 8:30 volt pontosan 6 perccel. Picit elbeszéltük az időt, de hát jól van ez így, gyerekek. Hármasugrás játszunk, jó? Ha valaki szeretne velünk játszani, figyelje. Drága vezéreim, szőreim, nagyuraim. És 9 óra után játsszuk majd az NFL-es játékot, vagyis elhangzik egy kérdés, egy nem túl nehéz kérdés az amerikai futballal kapcsolatban, ugye? De akkor, nem most. Ezt mondtam, hogy akkor. Mert már most is tudnám mondani, hogy egyébként nagyon rákészültem a dologra. Már de nem most a kérdés. Mondod. Már csak a kérdőjel hiányzik a végére. Na jön majd a kérdés 9 után, és akkor meg addig lehet is, amúgy a nyereményeket meg tudjátok nézni az Instagram oldalunkon, illetve a Facebook oldalunkon szintén. Bizonyám. 8:30 múlt pontosan 7 perccel jövünk a hírek után. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 múlt pontosan 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, a helyes válasz New England Patriots. Kérném a nyereményeket. Gyertek, gratulálok. Nagyon sokan küldik már most a válaszokat, annak ellenére, hogy még nem volt kérdés. A válasz 4. Ahogy akarják, ők igazán akarják a szettet. Egyébként tényleg, igen. Azt mondja, hogy búcsúzom, srácok, 6 év anyaság után visszatérek a munka világába, minden nap veletek indult a napunk, kár, nem hogy élőben már nem hallgatok. Csináljatok már még egy gyereket, ne. Haló, tényleg. Csináljatok még egyet, újabb 3 hát év. Hát de tényleg. Igen, hát ez 2 gyerek volt valószínű, ugye? Kettő lehetett, igen. Hát sajnáljuk. Miskolcról Budapest felé gödöllőig havas az útpálya, menetidő 2 óra 7 perc, az IC csak pár percet késik, mosolygos napot, ezt fán Joe küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, nézzük akkor a játékosunkat, aki már itt is van, ha minden igaz, és hármasugrás, játszunk velem. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Márta vagyok, Sopronból. Jól értettem, Márta? Igen. Hello, Márta, jó reggelt, Sopronból. Milyen idő van Sopronban ott nálatok? Egy fok van és borult, egy kicsit olyan szürke. Aha, azt hittem, hogy nem tudom, mert Miskolcon vagyok. Ja, az egy szenzációs lett volna, igen. Nem, Sopronból vagyok, igen. Jó, értjük. Na, mit csinálsz, Márta, mivel foglalkozol? Házvezetőnél vagyok Ausztriában. Házvezető. Minden délelőtt dolgozom hétköznap, de most szabadságon vagyok 3 napig, és azért hívtalak most titeket. Ez tulajdonképpen a mindenes, tehát kicsit bevásárolsz, takarítasz, ágyneműt húzol, intézed a ház körüli dolgokat. Nem, takarítok, ágyneműt egy másik hölgy húz, mi ketten vagyunk. De jó. Neked csak a takarítás van? Vagy főzés? Takarítás, meg van cica és kutya, őket megetetem, meg ilyesmi. Ez menő, és külön van valaki az ágyneműre? Igen. Szerintem ez előremutató lehet neked. Kutyafáj, gyerek, hát van hova fejlődni. És még van több díszállat, azokat is a másik hölgyet. Ja, azt hittem, hogy van szabad. Még egy harmadik. Durva. Tehát van az ágyneműs és a díszállatos, és vagy te. Meg a kacés. A kutya. Meg a vasal is Hundés. A másik hölgy. Mondjad? Ja, és ő vasa. Hát van teendő, azért lehet, hogy ez egy emberre tényleg túl sok lenne. És akkor van szabad nap, igazi kimenő, amikor nem kell menned? Nem, hát hétköznap dolgozom, szerződésem van rendesen, és akkor van szabadság nyáron. Aha, és milyen a család? Kedvesek egyébként? Kedvesek, igen. És mekkora ez a ház, hogy kell elképzelni? Ez egy birtok, vagy egy kastély, vagy csak egy sima, egyszerű osztrák házacska? Nem, egy elég nagy régi ilyen polgári ház. Mert
Vannak ilyen kékes festmények benne? Vannak festmények, hát nem olyan öreges. Mondanál egy címet, hogy meglátogassuk. Dehogy is benne van, csak ülünk. Igen, egy lesötétített furgonnal kipakoljuk üresre. Hátsó bejárat esetleg van. Nyitva tudnád nekünk adni a hátsó ajtót egy fél órára. Hallod, egy bajszer elég lehet. Riasztórendszer van. Kamion be tud állni pakolni. Van riasztó, igen. Van riasztó. Mekkora az a kutya? Pici, mind a vető elég pici. Azok a veszélyesek, azok kiabálnak egyébként minden. Igen, azok a leghangosabbak. És mióta csinálod ezt? Már negyedik éve. Te jó. Négy éve vagy Hausführer Frau? Hát így délután azt csinálok, amit akarok, tehát nekem ez így. Nem mondom, hogy nagy karrier. És kint is laksz náluk, vagy ingázol? Nem, Sopronban lakom, minden nap bemegyek, csak 30 km. Vonatom pedig 25-tel. De hogy jól meg lehet, gondolom, azért ebből élni, nem? Tehát, hogy megfizetnek annyira, hogy mondjuk magyar átlagbérhez képest, egyébként még talán az ember jobban is kereshet ezzel, nem? Nagyon jól, annyira jól, hogy már szégyellem. De ezt ironizálsz, vagy komolyan mondod? Komolyan mondom. Tényleg? Komolyan. Tehát, hogy annyival nem akarok a pénztárcádban turkálni, félreértés ne esélyt, nem erről van szó, csak mindig hasonlít az ember, hogy annyival jobban keresel, mint azok az ismerőseidek, akik látod, hogy itt élnek, és mondjuk nem tudom, bérből fizetésből próbálnak valami hétköznapi munkát csinálni náluk jobban? Igen, kétszer jobban. Kétszer jobban. Oh. Mm-hmm. Ez egy fix díj, vagy óradíj, vagy? Nem, hát ez fix, gondolom. Ez egy fix, egy havi fizetés, igen. Aha. De hát a 4 órát vagyok ott, minden nap, 8-tól délig, és én dolgoztam azelőtt nagyon sokat szállodákban, és még azelőtt hajón is, 5 évig. És a szállodákban a 8 órával én, amiben benne volt délután is, amikor este 9:30 értem haza, fele ennyit kerestem, mint most a 4 órával. A 4 órával. Ők egy gazdag családnak számítanak kint, vagy egy átlagos közepes? Nem, egy normális, egy felső közép szerintem. Két embert meg tud fizetni úgy, hogy alsó hangon egy ilyen 3-400 ezer forintot ad egynek. A házi állat, az ágynemű takarítás, vasalás, ház körüli dolgok, karbantartása. Négy gyerek igen. van. A gyerekekkel is kell foglalkozni, vagy arra nem, külön ember nem, van? Nem. Tehát arra van külön... Nem kell már, elég nagyok ahhoz, már a kisebb is középiskolás. Aha, tehát hogy nincs még egy külön babysitter, aki... De lenne, hogyha. Aha. Kisebb gyerek is lenne, igen. És akkor még kertész, meg nem tudom, ház. Van kertész, igen. Ja, aha. Tessék. Egy a medencének. Hát és ugye 4 gyerek, hát ott se kell attól félni. Nincs medence, hanem egy nagy tópartján van egy aralójuk, és nyáron ott szoktak lenni. Most kezdtem el utálni ezeket a zsógorokat, akkor ugye a fáját. És ha még ezt hozzáveszünk, hogy több százszor vagy külföldön évente. Igen, de az is fontos, még a pénzen túl, hogy megbecsülnek. Csak pont ezt akartam kérdezni, hogy... Tudom, hogy nem jó munka, de... Egyébként szerintem ez nem így van. Már nyilván ez egy szubjektív dolog, hát neked kell dönteni, te csinálod, de az ember 4 órában dolgozik, jól megfizetik, a többi szabadidében azt sem, amit akar, olvas, színházba megy, tanul. Tehát, hogy más ember 8 órát dolgozik, és talán nem is keresni. Te miért mondod, hogy nem jó munka? Nem szereted, vagy másra vágynál, vagy miért? Szeretem, meg én közben készülök délután mást is csinálni, mert kutyakozmetikusként végeztem, és majd délután azt szeretném, csak most még 5. a lányunk, és egy kicsit még kísérgetem, meg segítek neki átállni a felső osztályba, nagyobb, vagy többet kell neki most tanulni. De ez milyen szép ambíció, hogy lehet, hogy azzal effektíve mondjuk kevesebbet keresnél, de mégis azt mondod, szeretem. Hogy te azt szereted, és azt kitanulnád, és szeretnél majd mondjuk kutyakozmetikusként dolgozni. Már meg is tanultad. Most ezt nem hagyom még egyelőre ott, mert hát jól fizet nyilván, nem? Igen, és tudod támogatni a lányodat. De az fontos, hogy megbecsülnek, tehát hogy nem úgy néznek rád, amit te is mondasz, ezért érdekes, hogy effektíven mondjuk idézélesen egy olyan ember vagy, hogy csináld meg, menjen, ne zavarjál, hanem hogy megbecsülik azt a munkát, amit te elvégzel. Azért az nyilván hozzátesz, nem? Igen. Mert hát úgy kell ezt felfogni, ez nagyon nehéz, mert te olyan háztartásban dolgozol, mint amilyen otthon neked van. Tehát amit megcsinálsz egyik nap, másnap ugyanolyan nagy kupi fogad. Tehát ezt valahova el kell tenni, de mivel előtte volt nekem szállodai tapasztalatom, ezért nekem nem nehéz. Ja, hogy megcsinálsz valamit, és kupi van másnap, és rendetlenség van, és újra kell kezdeni minden. Ugyanazt kell, igen. Hát igen.
Na jó, de mégis azért az embernek van munkája, jól keres. Persze. És 4 óra azért az egy nagy dolog, hogy utána tudsz mással is foglalkozni. Hát nagyon sokan cserélnek veled, sajnos. Igen. Igen, tudom. És furdal a lelkiismeret? Azt mondtad, hogy vagy már szégyelled is, vagy már rossz is, hogy ennyire megfizetnek? Azt mondtad még itt a beszélgetés közepénél. Nem ennyire rossz értelemben, csak például én kórházban is dolgoztam, tudom a kórházi viszonyokat, uh-huh. A tűzoltókat is hallottam tegnap a tévében. Tehát én a megalázónak tartom. De hát, ez nem, emiatt van. Nem a te hibád, így van. Ez nem a te szégyened. Hát nem, ebből nem szabad lelkiismereti kérdést csinálni, persze az embernek nyilván muszáj empatikusnak lenni. Ja, nem, hát igen, használni akik... a lehetőségeket, hogyha utca hatástéren lakunk, de... De én ismerek sok olyan embert, aki inkább megfeszülés marad Magyarországon 8 órában, holott lenne neki egy jó. Igen, ez is fura. De nem egy nagy ingázás ez, hogy átmész meg, vissza, tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk életmódot kell váltani és átköltözni. Hát szerintem te hamarabb vagy, mint én. Igen, tehát utazol nem tudom x kilométert, ott vagy elvégzett haza, és tehát azért ez nem jár egy életmódváltozással. Nem, hát mondjuk 25-30 kilométert utazni Pesten is lehet, hogyha hát valaki a belvárosba dolgozik. Hát én autóval jövök, 22-t jövök naponta. Igen, én is Budapesten, amikor dolgoztam a belvárosban, a Révai utcában, akkor Budatétényben laktunk, és ugyanígy 22-t mentem. Igen, csak másfél óra alatt, nem 25 perc. És az ismerőséd azt mondja, hogy ők akkor sem mennek. Nem. Hát ez még... fura. Ez fura. Lehet, hogy bátortalanok, félnek egy kicsit az idegen helytől, az idegen nyelvtől, az idegen emberektől. Hát vannak nehézségek, de... Nehéz velük egyébként? Valami, vagy nehéz emberek? Nem, hanem elindulni nehéz, és ja, hogy belevágni. A változást elfogadni nehéz. De szerintem sokkal rugalmasabbnak kell lenni, tehát akik ide jönnek, sokan gondolják, hogy itt leborulnak mindenki előtt, és tátkarokkal várják, hogy ő majd Ausztriába fog dolgozni. De azért itt elfogadónak kell lenni, hiszen nem otthon vagy, egy kicsit más a hangulata. Igen, csak hogyha belegondolsz, miért vállal bármilyen munkát is az ember? 2 dologért, a pénzért és a megbecsülésért. Na most, hogyha pénzt is, meg a megbecsülést is megkapja ott az ember, akkor nem kérdés. Ez mekkora a lányod, azt mondod, 5-es, ez általános iskola, vagy igen, általános iskola. Aha, hát akkor még az hosszú idő, míg őt elindított, tehát akkor az még tart 1-2 évig, ha mondtad, hogy szeretnél őt segíteni, vagy elindítani. Nem baj. Persze, nem is azért mondom, csak azt hittem, hogy egy kicsit nagyobb. Jó van, na nézzük meg, sikerül-e valamit nyerni. Jó, milyenek a kérdések? Jani? Egy picit talán nehezebbek. Picit nehezebbek. Na, hát az első az abszolút zice, de a második már nehezebb. Na meglátjuk, hogy megy. Jó, mehetünk? Mehet. Itt szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Melyik hazai énekesnő állítja egyik dalában, hogy a jódli egy jó dili? A Szandi. Csinálunk egyszer egy olyan témát valamikor, vagy ezen a héten, vagy a következő héten a minden idők legcikibb magyar popdalai. Tehát amiktől kell, mert tényleg vállalhatatlanok? Igen. Volt egy filmről, adták a moziba, és majdnem kiküldtek a moziból, mert hangosan volt egy lassú szám, és az öngyújtóval integettem. Ajaj. Akkor te is tudsz bulizni. Na, ha már mozi, egy filmes kérdés, a második jöjjön. Igen. Így szól a második kérdés sapkáért, sárért. Melyik filmben játszott együtt Leonardo DiCaprio, Matt Damon és Jack Nicholson? Nagyon nagy film. És egyébként még Mark Wahlberg, meg Martin Sheen, nagyon nagy mozi. Hát nem tudom, pedig nagyon szeretem. Patrick Swayze, Charlie Sheen. Így van, de ők egy másik filmben voltak, ugyanakkor, de ők is nagyon jók. És Gábor Zsazsab, Belmondó. Így van. Nagyon nagy film volt. Jean-Marie. Így van. Louis de Funès. Hihetetlen volt. Ezt nem tudom sajnos. Ezt nem, ezt hallom, hogy ez nem megy. Igen. Ez a Tégla című film. Hát az gondoltam erre először. Na! Hát miért nem mondtad? Nem tudom. Hát el kell mondani, nincs agyonveszélyen hát, valót nem lett volna. A Jack Nicholson nekem nem rémlesz. Hát ő a gonosz, hát, akinek ugye... főhős. Ő a negatív főhős, ő az egyik főszereplő, a Jack Nicholson, igen. És a két rendőr, ugye a DiCaprio meg a Matt Damon, csak a Matt Damon is a gonosz szintén. Az anyja úristen, oké, hát legalább örülök, hogy benne volt a kérdésbe, akit szeretek. A DiCaprio vagy a Matt Damon? Te, Balázs. A Jack Nicholson. A Jack Nicholson, igen. Jó, kiváló színész, igen. Várta, érdekes kis beszélgetés volt, és sok hasznos dolgot megtudtunk. Köszönjük, vigyázz magadra, jó munkát neked. Köszönöm szépen, nektek is. Köszi, ciao. Hello. 3, 2, 1, go!
Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 1 perccel jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4:10 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, folytatódik a Morning Show. Méghozzá az utolsó egy órába vágunk bele, és jön a kérdés pillanatokon belül. Itt az döbbenet egyébként, hogy még nem hangzott el semmi, és már jönnek a válaszok. Jönnek a különböző megfejtések olyannyira, hogy akár azt is mondhatnánk, hogy valami a kérdése vonatkozik, mert hogy mindenki... Jött jó megfejtés is! Akkor itt a vége. Csak még nem volt kérdés. Jött jó megfejtés, illetve hát több megfejtés jött. Van, aki azt hiszi, hogy az lesz a kérdés, hogy hányadik Super Bowl döntő volt, hányszor a Super Bowl bajnok a Tom Brady, meg... Szóval elkezdték hallgatni, elküldözgetni úgy a válaszokat, hogy még nem volt kérdés. Ami persze nem baj, nyilván, de érdemes megvárni. Hasonló lesz a kérdés. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy már tényleg van jó válasz. Hány centi a Faragó Ricsi? Igen. És ne csináljuk azt, hogy ketté dobjuk az ajándékot. Nem, szerintem ezt vigyel valaki egyben. Igen? Nem, azt szerintem az úgy jó, hogy van egy csisakot, van egy labdád. Igen? Nem? Nem tudom. Egy nagyot ígértünk. Ja, egy nagyot ígértünk. Na, de két ember legyen. Jó szám, ez az izgataluk, írja valaki. Izgataluk? Izgataluk, igen. Gyerekek, jön a Roxette, lehet kimegyek. Kövezetek meg ezért, de hogy... Hát, nézd, Jani ráborult a pultra. Ciki? Hát... Ne, miért lenne ciki? Egyébként cikinek nem ciki. Nem, igazából nem, csak ennyire... De most elmondjátok meg nyugodtan a ciki. Ja, a Robira menjél ki, mert a Robira... Kimegyek a Roxette-re is. Figyelj, de mi, ingyen van? Nem tudom, bemegyek. Te leszel a road. Bemegyek a roadon. Én szerettem őket gyermekkoromban. De bírtam őket. Beszerelmes volt az énekesnőbe. Vagy a gitárosba. Az énekesbe. Kit érdekelt az énekes? Hallod, hagyjál már, soha nem jöttek be ezek az északi csajok. De a per azzal a gitára. Ó, Istenem. Ő volt az óriás plakáton, kint a szobában. Mondjál már még egy slágert. Joyride, a Sleeping in My Car-ra, mit tudom én, mi volt még. Egy már három. Mi volt a Pretty Woman-nek, mi volt a zenéje? Ó, Pretty Woman, de nem ugye, az a lassú szám a végén. Hát, na pont ez. Ó, Pretty Woman. Mi az, mi volt? Ja, a Listen to Your Heart, igen, az nem, is volt. Nem, a Zsül azt mondta, hogy Listen to Your Heart. Szóval voltak nagy slágerek azért, csináltak egy csomó slágert. Ezeket szerettem. De Pretty Woman, mert tök jó, amikor megy a végén a limuzinba, és akkor mondja neki a szállodigazgató, hogy milyen érdekes, hogy őt is Dennis fuvarozta, és akkor ott jön rá Richard Gere, hogy tudja, hol van a Julia Roberts. És akkor oda fuvaroztatja magát, és azt mondja, hogy itt vagyok, Vivian király kisasszony. Atya úr, és látod? Még egyszer? Itt vagyok, Vivian király kisasszony. Te sírtál ezen a filmen. Nem írjátsz meg egy ilyen szar. Te sírtál ezen. Gyerekek, egy pali nyugodtan bevállalhatja. Mi a Pretty Woman? A Rodeo Drive-on bevásárolni egy Mastercard-dal, egy vékenyebb Mastercard-dal, és nem szolgálják ki azért, mert prostinak nézik, majd bemegy szépen felöltözve, és egyből körül rajongják. Hát milyen világ ez? És akkor, amikor először végigmentél a Váci utcán ilyen papírszátyrokkal a kezedben, amiket lóbáltál és fütyültél a Pretty Woman-nek a zenét, én voltam Julia Roberts. Mentem a kis Tesco zátyrommal, tudod, két zsömlével, egy fél literes tejjel, meg egy tejfölel, anyám leküldött vásárolni. És beálltál az Adidas bolt elé a sorba. Volt, hogy álltam a kirakatba. Álltam úgy, mert ki kirakat előtt, hogy nem volt pénzem egy sajtburgerre. Hoppá, a fontána! Ide is bemegyek! Gondolkozunk a testem, hogy City Grill legyen, vagy sajtburger. Egyik sem, egyikre sincs pénzünk, tudod? Na. Szóval, hogy micsoda? A látod, legjobb! Feri, ezekben a film és zenélmények meg gyökerezik. Mikor? Az, hogy még mindig női dezodót használ. Mikor Stuckit elküldi a fenébe, és egy ilyen Stucky félétő egy ilyen lóversenyen, ha a saját ruhájában van, úgy küld el a fenébe, ahogy az nem szégyen? Mert azt mondta, hogy ha egyébként elutazik a Richard Gere, akkor elvinni egy körre. Most. És Stuckit nem küldheti el, mert lóversenye van, nem és ott jól kell. Nem filmeket nézni, ha ilyen leszek. Micsoda? Hagyjuk a francba az egész Micsoda? Küldetést. Hát, gyerekek, hát ez egy jó film. Hogy lehet megjegyezni? De úgy van, hogy pattogatott kukoricát, és százas papír zsepi. Pretty Woman, megy, nem kapcsolom el. Hát, Jézus. De ne csináld már. Fú. Ne, hát most bírom. Hát most miért ne? És a lovakat látszok, hogy mindig integetek. Go, 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 go! és integetek, igen. Na, jöjjön a kérdés.
Addig én még gondolkozom újabb idézeteken. Egy férfias sportág. Micsoda. Ezért mondja ezt a vigény, mindig minden magasakú cipőjére szök, nem a memnem a sarka. Mert te hordod őket. Maszabina. Jézus. Roxette a király. Jó, az nem mond a kérdést. Atya úristen. Mi a kérdés? Stucky. Egyébként társulít a Stucky-ot. Igen? Úgy nézek ki, mint jó, Stucky. De mindenkiben őt keresed. Ez is igaz. Stucky fetisista vagyok, igen. Na, mi a kérdés, Stucky? Na. Hányszoros NFL bajnok a New England Patriots? Tessék, kint van. Elindult. Kicsúszott. Ott van már kiállni az étterben, 0-6-7-6-4-5-0-0-0-0-0. Ide küldjétek SMS számunkra a megfejtéseket. A nyereményt megnéztétek az Instagram oldalunkon és a Facebook oldalunkon. Tehát hányszoros NFL bajnok a New England Patriots? Hogy? Mondjad, Júlcsika. Nem megyünk a gyorsaságra, csak amikor a férjed dolgozik. Mondjad, Júlcsika. Gyorsaságra megyünk? Nem. Ehhez vagy szokva otthon? Mi a minőséget kultiváljuk? Nézd, én nem baszhatolok, nem meg a gyorsaságra. Ez a fél óra csak az előjáték. Megküldi. Megküldi. Mi van otthon, vagy mi nincs? Persze, aki legelőször idejön a portára, a helyes válaszol egy borítékban. Nem, sorsolunk. Sorsolunk. Jó. De akkor meg kell várnunk a közjegyződ. Csak ez jött egy ilyen eset, hogy Bali töké, hogy hagytad játszani a bejáró nőtöket. Egyébként tényleg. Na, szóval mondjuk még egyszer a kérdést. Tehát a kérdés így szól. Hányszoros NFL bajnok a New England Patriots? Tudható? Nem. Ez gyerekek, abszolút. Komolyan mondom, ha a Ricsi engem addig csikizná, amíg meg nem mondom a választ, Ricsi sokáig csikizná engem. Hát jó, hát nem, egy, csak azért valljuk be őszintén, ha tudnád a választ, akkor sem mondanád meg, ha a Ricsi csikizne. Mert életed végéig húznád az aktust. Befekszik, mint cica az ágyba. Kicsoda. Ricsi. Cica az ágyban. Ez amikor elviszi Stucky autóját az elején. Ja. És ugye ott felszedi a Julia Roberts-et. De ő csak útbaigazítást kér, és a Julia Roberts beül hozzá. És akkor ki az a Stucky? A Stucky a Richard G-nek az ügyvédje. Aha. Egy ilyen kicsi, alacsony, pénzre menő csávó, és a Richard Gere, ugye... Na végre, valaki, akivel tudok azonosulni. Ez vagy. Ez alacsony, pénzre menő. És hát a Richard Gere, ugye, egy utcán ismerkedik meg a Julia Roberts-et. Igen. Szörnyű, hogy nektek ezt is el kell mondani. De nekem addig tetszett, amíg nem kupálódott ki. Jó, de te szereted az ilyen fokhias lepukat. Ezeket a legyen minél közönségesebb. Egy hernyóból egy lepke lesz, egy cserebogárból egy szitakötrő. Egy... Az a változás az érdekes. Egy bodobácsból egy pillangó. Már az zavarbozott az élet, amikor befüggött a bokád vízbe. Én csak törlőkedőz vagyok, szóval. Nem értetted az a sok fura halmazállapotú valamit a víz tetején, mikor mondták, hogy ez a hab, ugye? Tehát ezt nem tudtad tovább tenni. Jó, tehát az a sarokád akkora volt, mint az ilyen lakótelepon lakták. A sarokád akkora volt, mint az alap, amivel a házunkat építették. Nem jó, mikor elmegy a Rodeo Drive-ba vásárolni. A Rodeo Drive az hol van, Texas? Rodeo, miért? Hát proli van. Csak az lehet, nem? Igaza van, de most miért? A Beverly Hills egyik leghíresebb sétáló utcája egyébként, a Rodeo Igen? Drive. Így van, ott van. A Rodeo Drive, ugye ott vannak a legnagyobb világmárkák, és akkor ott tudsz vásárolni. Ott vásárol a filmben, tehát egy létező utcán vásárol ő. És szörnyű, nem szolgálják ki, ez olyan csúnya világ ez. Fúj! Annyira durva. Mi van, hogy a Vikinek te is nyomtad ezt, hogy az autótető ablakán kilógva? Viki király kisasszony! Viki király kisasszony, kussolj már! Pari, aludnék! Aludnék, te gyökér! Hidd el, hogy ezt szeretik a csajok. Ha egyszer így egy bérelt limóval egyszer így megérkezel egy fehér esernyővel, az bírják a nők itt. Esernyője is volt, mi esett? Hát ki kapta az esernyőt, mint az kard lenne. Aha. És akkor ott úgy megérkezett. Én bőgtem, és... Istenem. Volt valami lovagos filmje is ennek a fiúnak, nem? Az biztos onnan maradt. Lancelotot játszott, igen, a Sean Connery-vel. Jaj, úristen! Az első lovag. Na, jobb filmek. Szeretem azt a suvickolt csillogó páncélokban bohóckodó látens fiúk kardoznak.
Elálló, kis ujjal, Jézus, amikor a végén már az Excalibur első egy órája. Amikor a végén lelövi Sean Kennedy-t, Richard Gere kardot rád, és megmenti! Istenem! Jó az. Mi van, lefagyott az SMS falunk? Nem, mint a húzat. Igen. Segítség, segítség, úristen, halálos sebet kapta. Nem, a hajam összekócolódott. Na jó, van. Ezért mondta egyébként a Viki, hogy hatalmas küzdelem volt az első néhány jó, hogy összecsiszolottatok, mert nem tudta megszokni, hogy Pritinek kell hívni a De most miért baj, hogy néha rányított, amikor fölvettem a magas sarkát egy miniszoknyába, és ide... megfogtam két lillő zacskót, és ide eljátszottam, hogy a Rodeo Drive-on vagyok, és bevesem. Veszed le a magas sarkomat? Ne szólíts Balázsnak! Priti vagyok! Giulia vagyok, nem? Giulia! Giulia vagyok! Tudod, milyen Giulia vagyok? Te is. Te is. Azt majd mutasd meg a Ricsinek, amikor majd csikiz. Én azt gondolom, hogy adná borra valót. Tehát olyan Giulia vagyok, hogy bum-bum-bum-bum finish van. Tényleg? Na jó, akkor majd átmegyek. Átviszem a gésok újjó készletemet, meg a gézét. Ja, gyerekek, gyerekek. Valami jó exceptet. Mit tudunk mi a világról? Most ez jön? Van. Na jó, hívjuk mindjárt a nyertes, jó? Egy pici szünet, hogy megjavítjuk. Mit tudunk mi a női fehér neműkről? Amíg egyikünknek sem vágunk. Tudjátok ti, hogy vág az a magas sarkú, mikor felveszem, hogy milyen nehéz azt hordani egyébként, és milyen nehéz benne menni. Szóval hívjuk mindjárt a nyertes, jó? Tessék kiparkodni. Gyorsan még egyszer utoljára a kérdés. Hányszoros NFL bajnok a New England Patriots? Így van, SMS számunk változatlan 06-70-600-0000, ide várjuk a jó válaszokat, mi pedig mindjárt jövünk a nyertesen. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Fél tíz múlt, pontosan 4 percen, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát ez elképesztő, hogy mekkora siker ez a játék, hihetetlen, hogy ennyien szeretik az amerikai focit. Hát. Tessék? Tudod, jön a szaki, a rögbi. Nagy szakért, a rögbi, hirdenék. Nem is gondoltam volna. De egyébként ők egyformák, nem az egyik ruhában, másik ruha nélkül, de hogy tényleg. Szóval igen, nagyon-nagyon sokan szeretik, és egyszerre több ezer SMS-et, csak így beözönlött, mindenki meg szeretné nyerni. Ki magának, ki a barátjának, ki a barátnőjének, ki a gyerekének, tehát nagyon, nagyon helyesek a hallgatók. Egy sisakunk van, és egy labdánk, sajnos többet nem nagyon tudunk adni. Na, megmutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy legyen még ideje minden SMS-nek beérkezni, és akkor utána hívjuk a nyertest. Jó, ugye egy nagyon érdekes dologról beszélgettünk kora reggel, ugye ma van a rák világnapja, és arról beszélgettünk, hogy egy talán angol vagy amerikai, igazából mindegy is házas pár üldögélt az asztalnál, ők kutatóorvosok egyébként, és a gyerekük azt mondta, hogy ha az ő fertőzésüket meg tudják a szülei gyógyítani antibiotikummal, miért nem kezelik a rákos sejteket is antibiotikummal? A szülők legyintettek, de apában ez megragadt, 3 nap múlva bement a kis laboratóriumába, és elkezdett kutatni. Egyrészt utána olvasott, és kiderült, hogy vannak már ilyen kutatások. Kettő, valójában ők is megnézték, és kiderült, hogy a rákos sejtek valóban reagálnak az antibiotikumra. Felhívtunk egy szakértőt, dr. Kulcsár Gyula rákutatót, biokémikust, hogy mondja el nekünk, hogy ez most megint egy újabb lehetőség, hogy egyszer majd meggyógyuljunk, vagy meggyógyuljanak azok, akik rászorulnak, vagy csak egy hát valamilyen hipotézis, hogy majd így is meg lehet gyógyulni, nincs semmi valóság alapja. Érdekes volt, elmondta, hogy de tényleg ezt valóban kutatják, tehát ez nem egy légből kapott hír. Igen, és utána láttuk a szakértőt az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában, és csak mondom, srácok, után lövés. Igen, utána nyilatkozott, ugye, igen, az egyik reggeli műsorban. Szóval dr. Kulcsár Gyulával beszélgettünk arról, hogy egyrészt miért ilyen rosszak a rák statisztikák Magyarországon, kettő, van-e kiút, 3, igaz lehet-e az az összeesküvés elmélet, hogy bizonyos érdekkörök, gyógyszergyáraknak nem érdeke megtalálni a rák ellenszerét? Hát ez egy közhelyszerű felvetés, elmondta, hogy szerinte nyilván ebben nincs sok igazságfaktor. Erről beszélgettünk, valamint Feri beharangozta, hogy Szolnokon már elkezdődött a parkolási büntetés, ugye? Hogyha nem kevés gyerekek, 100 rubot. Szolnokon már elkezdődött. 100 000 forintra büntetnek, hogyha te mozgássérült helyre állsz. Hát. Ennyire durva hely ez a Szolnok. Én tudom egyébként, hallgassátok meg a Kopikon Szolnok City című számát, abból is kiderül, hogy irgalmatlan kemények Szolnok. Igen. Mi folyik ott Szolnokon? Ezekről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ni, 3-4-10 múlt.
2 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk már is, egy jó kis Nickelback. Jézusom, az egyik legjó haraszirúposabb számok. Hát ennél vannak durvább Nickelback számok is, igen. Csabi, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szevasztok. Hát figyeljetek, nézve a Jani haját, vagy fejét, vagy nem is tudom, hogy ezt hajnak le. Hihetetlen jó a síród. De valahogy miért nem lepődöm meg, hogy amikor kell egy ilyen fazon lefotózni ezeket a relikviákat, akkor nem a Balázs nyiratja bankra a haját, érted? Azért azt megnéznénk. Az kemény lenne, igen. De a Jani hajnyírása nem függ össze a relikviákat, csak ez egy szerencsés egybeesés volt, hogy ő lenyírta, és akkor megfogta a relikviákat, és csinált egy fotóst, mintha NFL-es lenne egyébként. Azt megfelelteszik az Instagram. Nem ezért csinált, ő egyébként is akart már magának egy ilyet. Ne így rosszabb a sztori. Ha azt mondátok van, hogy csak azért, hogy készüljön egy jó fotó a relikviákkal, azt mondom, hogy leborulok a Jani előtt, de így. Szudarbit, én írok kéz indián, nem? Középen meghagyott sörény. De ezt most megnövezted ilyen nagyon hosszúra? Nem, én vagyok a sámán fatja, egy gyerek matinakban, tudod, egy indiának rosszul. Nem. Hát én nem tudom már megnöveszteni, tudod, hogy jó. Megnöveszteni 10-15 év. 3 centi. Aki nem látta volna annak a Morning Show Facebook oldalát, ajánlom, én erre jöttem reggel. Kávézás közben így nézegettem. Nézegetted a Facebook oldalunkat reggel, milyen témáink voltak? Általában a fészt, és akkor ugye ez feljön, mert hogy ismerősötök vagyok, vagy lájkoló vagyok, vagy ki vagyok a... Felvettünk végre, vagy visszajelöltünk? Ja. Kénytelenek voltatok. Itt erőszakoskodták, 4 év után visszajelöltünk. Na mi van, hallottam, tegnap olyan boldog voltál, vagy tegnap előtt, amikor bejelentetted a Robit, én komolyan mondom, ennyire boldognak adásban még nem hallottalak, mikor felkonferáltad, hogy jön Robi Williams Magyarországra, hallottam, hogy tényleg nagyon boldog vagy. Én nem is tudom már mióta, talán a Zsűl emlékszik rá, mikor voltunk először Bécsben Robi Williams koncerten. Egy ilyen kisebb, nem voltál ott velünk? Akart menni, csak nem vittétek. Itt hagytátok. Minket a Jáksó vitt, és akkor a Jáksóval együtt dolgozott a Zsűl, de ezek szerint akkor mi mentünk a Zsűl helyett. Bocs. Szóval nagyon-nagyon régóta járunk Robbie Williams koncertekre, és úgy körbejártuk már nagyjából Európát, és nagyon úgy tűnt, hogy erről a turnéről le fogunk maradni, mert mindenhol elkapkodták a jegyeket. De aztán hál' Istennek tegnap előtt jött. És ez most az a turné, amivel ő már egyszer itt volt? Nem. Tavaly volt a Swinges turné. Tudom, de most az a cím, hogy Let Me Entertain You, és a igazi nagy sikereit hozza eredeti köntösben. De hát ezzel ő már egyszer turnézott. Nem egyszer, ezzel már kétszer volt Magyarországon. Ebből van a DVD-je, ebből van a live-et, mi az? Igen, csak a Metaverse buli. Így van, abból a 3 napos buli, tehát ez ugyanaz a Let Me Entertain You, nem? Igen, csak valószínűleg a körítés lesz más, tehát nem ugyanaz, nem fog megint fejjel lefelé lógva megérkezni. Valószínűleg más lesz a kivetítőn is, és minden bizonnyal mindazt, amit az elmúlt években azért hozott, mert azóta volt már neki ez a melegítős, kicsit ilyen nagyon elborult repes korszaka. Abból is hoz, tehát egy ilyen vegyes felvágott lesz. De mondom, itt most az eredeti hangszerelésben hozza a dalait, tehát nem lesz a nem tudom, Millennium Swingben, hanem úgy, ahogy megismertük. Hát azért abba belekapcsolunk. Az menő lesz. Meg és ez ott a szigeten szerintem nagyon nagyot fog durranni. Őrület lesz. Ennél már csak Richard Gere jobb. Ja. Nem áll. Tényleg. Ne csak ergelem a fiúkat. Te is szereted a Pretty Woman-t? Na, figyeljetek, úgy, ahogy nem egy rossz film. Pont a hétvégén a Karcsi barátommal beszélgettünk arról, hogy mondta, hogy láttam-e a Kék villámot annak ide, meg mondta ezeket a filmeket, és mondtam, hogy nekem ezek kimaradtak meg, a Star Wars, meg ilyenek. Én nem szerettem soha az ilyen típusú filmeket. Én a végjátékokat, meg a romantikus végjátékokat szerettem. Nem egy rocker! Nem láttad a Kék villámot, ez már önmagában ciki, de az, hogy még be is vallott, hogy a durva, hogy nem láttad a Star Wars. Nem láttad a Star Wars? Hát a Star Wars-ra emlékszem, mintha lettem volna mozgatva. Igen, az a nagy újú kis fura lény nagy fejjel, aki bicikliben ment a hold előtt. Az, Elliot. Láttam. Igen. Az az IT volt. Na mindegy, de egy szeretett Richard Gere-t. Én a Richard Gere-t egyébként szeretem, hát hasonlítunk is egymásra, tudod. Na hívjuk a nyertes. Figyelj, nem akartok együtt sétálni végig a Rodeo Drive-on, majd valamelyik. De a Balázs vizet. Kedves hallgatóink, ha jó fejek vagytok, ma sokszor kéritek Csabitól az Oh Pretty Woman-t, Roy Orbisontól, és küldjétek Balázsnak. Sok szeretette. Julia vagyok, nem Balázs. Julia. Ja, tényleg. Juliának szeretette. Julia. Ja, gyerekek, idén nem megy nekünk ez a naphallgatója, továbbra sem, úgy érzem. Ja, hogy ez nem a naphallgatója. Akkor pláne azért nem megy. Az van egyébként, hogy ilyenkor... Újat kell újat. Húzz egy újat, Anna. Aki nem veszi föl, aki nem számít rá, hogy hívjuk, nyerhet egy ilyen sapkát. Sapkát? Csillagot. Én azért mondom, mert ránézek Janére, és látom, hogy borul rá a pult. Sattyákot. Így ebben nyertek sapkát, meg lasztit. Hát most mi lasztit? Van bőven, miből választani.
ez az adás végén rátelefonálunk a hallgatóra, rovat effektíve nincs. Igen? Haló, jó reggel! De, én vagyok. Én vagyok Julia. Az, nyugodj meg, én vagyok. Hello, jó reggelt! Én nem írtad el, hogy nem láttam az SMS-edet, mert annak gyorsan tárcsázott. Hogy hívnak, drága? Ki vagy? Gabi vagyok. Gabi, hello Gabi! Na, hát nagy az öröm. Hát nagy. Épp mondtam a férjemnek, mert Kecskemétámban, hogy hallgassa, hogy sikítani fogok. És tényleg? Igen, hallott már sikítani, mi? Na, majd ma este. Na, micsoda buli lesz. Ma este, amikor apus isakban lesz közben. Gabi, mondj egy jó válasz gyorsan. A kérdés úgy szólt, hogy hányszoros NFL bajnok a New England Patriots? Negyedik. Na, magadnak, a párodnak, kinek nyertél, Gabi? Fiamnak. Fiadnak, de jó, ha gyerek kapjanak, mindig örülök. Mekkora? 16 éves. Nem azt mondta, 38. És nagy NFL rajongó? Igen, azért is írtam, hogy mindig kiveszem a súlyból, itthon marad, és végignézi, ugye 10 órakor már ugye megkezdődött, úgymond a show, és aztán hajnal fél ötkor lett vége. Atyaisten! Ja, és akkor másnap nem kell, vagy aznap nem kell hétfőn suliba menni. Akkor nem ment suliba. De jó fejszülők vagy, és akkor megírod neki az igazolást, hogy a gyerek szuperbolt nézett? Nem, nem, nem. Csak megírom, hogy családokok miatt is. De durva. Nagyon jó. Elképesztő, amikor valaki ennyire tud rajongani valamiért. Emlékszem, Balázs mesélt egyszer, hogy olyan, mondjuk, amikor bejött a mozikba, akkor a Corvinba négyszer nézte meg egymás után a Pretty Woman. Nincs oda, hát egy félbeszer Richard Gere poszterért bármit adattam. Na, tudja a gyermek, hogy játszottál, vagy este adod neki, vagy ő most hal minket, vagy ez meglepi lesz? Nem, ő suliban van, suliban. De megbeszéltük, hogy írni fogunk SMS-t. Uh-huh. Tavaly is írtunk, de akkor nem jött össze. Hát nem is tudom, hogy megmerjem-e neki írni, mert hazajön, szerintem kész lesz. És ő a Patriotsnak drukkol, vagy csak szereti a Super Bowlt, vagy más csapatnak drukkol, vagy... Ő így alapjába szereti. Alapjában mindent szeret. Más sportot is szeret. Aha, de hogy nagy Super Bowl rajongó. Így van. Jól van. Gabi, hát örülünk, hogy ekkora örömet okoztunk. Ez mindig hát jó hallani. Ez fantasztikus. Nagyon-nagyon köszönöm. Nincs mit. Nagyon szerettek titeket. Köszönjük, küldjük. Ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello, ciao, ciao. Na így kell örülni. Nagyon, de aranyos volt, igen. És mások milyen szomorúak, nem? Most, ugye, ez milyen igazságtalan, de hát ez van, hogy egy örül. 3000 meg akarja ölni. 3000? Még a 3000 lenne, igen. Csabikám, remekzenék? Az nagyon érdekes, amikor két külön világ találkozik a dalokban. Ott van a David Guetta, aki mindig pörög, és ott van az Emily Sunday, aki hát a te nagy kedvenced, a romantikus. Azzal fekszik, azzal kell. De nem háromszor meghallgattam már. A Julia, akkor ő romantikus dalokat, meg a romantikus énekeseket szereti. És hogy akkor, amikor így összeállnak, akkor ki enged? Tehát ki mondja azt, hogy na jó van, én most akkor eldobom az agyam, mondja Emily Sunday, aki amúgy itt szép dalokat szokott énekelni, vagy a David Guetta azt mondta, hogy na jó, akkor most egy kicsit alább hagyok a pörgésből. És valószínűleg mind a kettő, és így született meg a What a Beautiful Love. És ez jó szám? Szerintem jó, bár nem neked való, hanem a Balázsnak. Na de nekem, most miért? Most azért, mert szeretem a Richard, most már ilyen tiesztókat kell hallgatnom. Ne, ha lenne egy remake-je, ha lenne egy remake a Pretty Woman-nek, akkor ez beleférne ez a dal. Ja, úgy viszont szívesen is hallgatnám, igen. Ha jól van. Ha ezt Thomas Gangolo sváti olajfilmítóból garantálja nekem, akkor meghallgatom én is. Csabi, jön a kívánság műsorra 555-55-00, ez a telefonszám, kérjetek tőle dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az